Sziasztok! Ez itt a Hiperkocka negyedik adása. Itt ülünk a stúdióban Czebe Gáborral. Hello! És Murányi Pállal. Sziasztok! Valamint jó magammal Csányi Lillával. Ez egy különleges adás lesz, tekintve, hogy minden szentek van. Meg is ragadnám a lehetőséget, hogy beszélgessünk az élőholtakról. Pali, te milyen fajta élőholtakat ismersz? Hát, amikről beszélgetni szeretnénk, szerintem elsősorban a vámpírok, mint a legnépszerűbb élőholtak és a zombik. Talán holtversenyben a másik legnépszerűbb élőholt, de szerintem beszélgessünk még egy kicsit a szellemekről, kísértetekről, gúlokról, lícsekről. És még jöhet a csapatban mindenféle egyéb szörnyeteg, aki esetleg kimaradt. Oké, mit tudsz a vámpírokról? Honnan ered a vámpír mítosz? Hát a középkornál messzebbre nem tudom, hogy vannak-e gyökerei visszafelé az időben. Már Mezopotámiában is volt ilyen hasonló mitikus lény. Én azt gondolom, hogy a vér éltető erejével, az abba vetett hittel, hogy a vér az a életerővel egyenértékű, vagy az keringeti bennünk az életerőt, ami azért többé-kevésbé igaz is. Ezzel a hiedelemmel együtt alakulhatott ki a vérszopó szörnyetegeknek az elképzelése, vagy olyan embereknek, akik mások vérét megisszák, hogy ezzel meghosszabbítsák a saját életüket. Amennyire tudom, azért a több különböző kultúrában is egymástól függetlenül kialakult ez a vámpír koncepció. Gyakorlatilag minden kultúrában föllelhető valamilyen vérszopó démon, vagy szellem, vagy valamilyen állati alakot is fölvenni képes lény. Úgy tűnik, a kamarilla nem tudta teljesen megtartani a maszkabált. Hát vagy könnyen lehetséges egyébként, hogy a vértívó állatok maguk szolgáltak alapjául ennek a hiedelemnek. Hát nem feltétlenül, pont a szúnyog, bár az is nagyon izgalmas jószág, de kifejezetten az éjszaka az más állatok, vagy akár emberek vérét ivó lények, azok mindenképpen sötét és bajós jelenségben jelentek. De egyébként ezek mik? A valódi vámpírok, a vámpírdenevérek. Na jó, de azok csak ilyen dél-amerikai környezetben éltek, nem? Azért a Jóska bájt, a Dózsa György féle felkelés során nem láthatott vámpírdenevérek. De nálunk is vannak vérivónak kikiáltott állatok, mint például a menyét, amiről ugye a menyét, az vérszopó, a menyét is, meg a hermelin, meg a sok kis ragadozó. És amúgy tényleg? Van benne igazság, hogyha nagyméretű prédát ejtenek, akkor sokszor nem tudják, megölik, de nem tudják rendesen feltrancsírozni, és a sebeikből kiszívják, vagy kinyalogatják inkább a vért. Az ókori vámpír mítoszokról tudunk valamit? Mert nekem Vlad Dracula az első, ami megvan a vámpírok kultúrtörténetéből így a fejemben. Hát ő az, aki ugye később ilyen popkulturális ikon is lett gyakorlatilag, de... Az ő előtte levő időkből. Szerintem egy ilyen kifejezetten egy személyhez fűződő karakter nincsen, ami inkább általános lehet, hogy ugye egészen a modern korig... Hát a halál az egy ilyen nagyon misztikus dolog volt, ugye nem volt jó módszer a halál megállapítására, tehát azért, ha fölcsapsz egy anatómia tankönyvet, vagy egy elsősegély tankönyvet, most is azt látod, hogy kettő definíció van, ugye a klinikai halál, meg a biológiai halál. És hát ugye azért, amíg nem álltak rendelkezésünkre, mondjuk EKG és a többi, tehát elektronikus orvostechnikai eszközök, addig azért ugye, ha valakinek nem volt tapintható pulzusa és látható légzése, hajlamosak voltak halottnak nyilvánítani. Erről egyébként elég durva sztorik is vannak. Na, mesélj egyet.
itt a műsorra készülvén így keresgéltem a neten, és így olyan adatok vannak, hogy a 19. században is még gyakorlatilag körülbelül minden tizedik temetésből egy az ilyen félre sikerült volt, tehát hogy még nem halott állapotban temették el az embereket. De ez minek köszönhető? Most a mostani tudásunkkal, vagy azzal, ami a fejünkben van, azért elég biztosan meg lehet állapítani valakiről, hogy halott-e. Tehát, hogyha nincs pulzusa és nem lélegzik mondjuk 10 percen keresztül, akkor az már nem fog magához térni. Hát, most lehet, hogy neked, aki jártál az orvosi egyetemre is, ez evidens, de azért a köznépnek nem az. Tehát nekünk azért az elsősegély órán nagyon humoros sztorikat mesélt a mentőtiszt előadó, hogy a építkezésen kihívták a mentőket az összeszáradt német katonatisztre, és hasonlók. Ó. Hát jó, szóval akkor a 20. század előtt feltehetjük azt, hogy sok esetben nem tudták pontosan megállapítani, hogy meghalt-e valaki. Hát egyrészt igen, másrészt ugye a bomlási folyamatok egyszerűen olyan külső megjelenési formákat ölthettek, ami ugye az egyszerű falusi paraszt szemében riasztó, és ugye azt a gyaníthatják, hogy hú, hát ez a lélek, ez visszajár. És hát igen, mondjuk nem tudom, vízi hullát láttatok-e már. Én csak képen, de annyi elég volt. Én dolgoztam az Anatómia Intézetben egy évet, és volt szerencsém sok vízi hullát megismerni, és hát valóban, aki vízbe fulladt, vagy a halála után vízbe esett, és néhány napot ott töltött, az meglehetősen különös külső tölt. Tehát teljesen kifehéredik a bőre, tehát ilyen hófehér lesz, mint a vámpíros filmekben a vámpíroknak. Mondjuk fel is puffadt szépen, tehát ilyen Michelin gumi emberke és egy szunó birkózó nászából született ilyen szörnyetegre kezd hasonlítani a vízi hulla. El tudom képzelni, hogy mondjuk a vízbe fúlt rokon külseje, hogyha így megváltozik, azért az elindít némi misztikus, legendás sztorit az emberek fejében. Hát illetve volt sok történet, vagy hát nem csak történet, volt sok eset, amikor ugye nem szigetelt megfelelően a koporsó, vagy éppen túlságosan le volt zárva, és a fejlődő gázoktól felrobbant, vagy legalábbis széthasadt. És hát egy ilyen esemény azért, hogyha tudatlan emberek körében elég könnyen nagy riadalomhoz vezet. Ha ez mondjuk esetleg éppen a gyászmisén történik meg, akkor hát ki ne gondolna arra orvosi ismeretek nélkül, hogy ez vissza akar jönni, vagy valami nagyon gonosz ember lehetett, aki... Igen, hát ez biztos, hogy az egész élőhalott kultusz az a premodern embernek az a szakrális kultúrköréből ered. Tehát abból a meggyőződésből, amit a modernitás előtt lényegében, de még talán most is a társadalom nagy része, de az előtt lényegében 100%-a az embereknek hitt a halál utáni létezésben. Tehát ez lehet a gyökere annak, hogy egyáltalán az élőhalott, mint ilyen, koncepció az minden kultúrában megjelent, hiszen ha tovább létezünk halálunk után, és tovább létezünk abban a formában, vagy azzal a tudattal, amivel most rendelkezünk, akkor sok esetben elég jogos lehet, hogy esetleg vissza akarunk jönni. Vagy sok esetben mondjuk a család, vagy egy családtag, egy szerető figura nehezen fogadja el a halálát valakinek, és nagyon szeretné, hogyha továbbra is tudna vele kommunikálni. Ugye ez a szellem kísértett vonalon tud leginkább megjelenni talán. És egyébként most az ünnepek kapcsán jutott eszembe, hogy egyes területeken még itthon is szokás volt az, hogy halottak napján az elhunytaknak is megterítenek a családi ebédnél, vacsoránál, mert úgy gondolták, hogy aznap visszatérnek.
közénk. Hát igen, erről nagyon sok sztori van, de szerintem kanyarodjunk először vissza még a vámpírok keletkezéséhez. Tehát ezek a vérszopó szörnyetegek vagy démonok, ezek azért úgy lassacskán álltak össze az élő halottakkal, nem? Tehát eleve már nem az volt a koncepció mondjuk Mezopotámiában, hogy ezek halott emberek, akik a végtelenség élnek és mások vérét szívják, hanem ez több különböző mondai alak összegyurmázásából keletkezett ez a mostani vámpír figura. Szerintem eleve nem volt így bekategorizálva régen. Tehát volt egy ilyen elég hasonló jellegű ilyen mitikus lény, ami minden területen egy picit más volt, itt félt a fokhagymától, ott félt a napfénytől, és akkor ebből lett ugye a modern korban már elválasztva, hogy ez a zombi, ez a vámpír, ez a ghoul, ez a szellem, és a többi, és a többi. Igen, hát különösen a régi időkben nem is volt lehetőség valójában kategorizálni, hiszen ezek a történetek, ezek szájról szájra adódtak, és senkinek nem volt mondjuk egy internetje, hogy összehasonlítja csak a mezopotámiai vámpírjárást a hongkongival és az erdélyvel, hanem mindenkinek volt egy nagymamája, aki időnként elmesélte a történetet, hogy így bizony két faluval odébb a gonosz lólábú uzsorás bizony kikelt a sírjából, miután eltemették, mert hát mindenki tudta, hogy nagyon gonosz ember volt, és hát még azt mesélik, hogy azóta is, úgyhogy gyerekek, oda aztán abba a csúnya sötét erdőbe nem szabad menni, mert ha ott vagytok sötétedés után, akkor elkap titeket, és becibál a sírjába. És senki nem kezdett el azon gondolkozni, hogy jó, de most vajon az uzsorás, akkor ő most egy zombi, vagy egy ghoul, vagy egy vámpír lehet-e inkább? Igen, hát valószínűleg szörnyű volt, hogy a pre-modern időben eleve ez a rendszerezzük a világot, maga ez az abstrakció, hogy a világot rendszerezésen keresztül értsük meg, talán ez sem létezett az emberek fejébe, tehát nem akarták egy logikus rendszerbe behelyezni az összes dolgot, amit tapasztalnak. Hát, illetve még egy dolog amellett, hogy miért volt annyira evidens az embereknek az, hogy ilyen halálon túli kreatúrák léteznek. Ugye egészen még a 19. században is komoly tudományos elméknek sem vált el valójában az élő meg az élettelen anyag. Ugye nagyon sokáig hittek a spontán kreációban, hogy a kis élőlények, a férgek, rovarok, ilyesmik, azok spontán úgy keletkeznek a porból, meg a szemétből, meg ilyenekből nőnek ki. Ugye nem volt alkalmuk megfigyelni azt, hogy mondjuk a rovarok hogyan fejlődnek teljes átalakulással, és evidensnek tűnt, hogy hát a kukacból légy lesz, azt láttuk, de hát hogy kerül oda a kukac? Hát úgy kerül, úgy a rohadásból születik. Hát ez ugyanezzel áll összefüggésben, hogy a modernitás előtti időkben az emberek úgy tekintettek a körülöttünk levő világra, mint ahogy mi tekintünk most egy számítógépes játék világára, hogy abban úgy megtörténnek dolgok a tervezőnek az akaratából, és nem kell ezeknek az okait megkeresni. A számítógépes játékban sem kezded el, hogyha szembe jön egy random szörny, megjelenik a sarok mögött, akkor azt keresgélni, hogy az hogy került oda, ki az apja, anyja, milyen csontváza van, milyen sejtekből áll és hasonlók, hanem hát az ott van, oda rakta a tervező. És szerintem pont így gondolkoztak a történelem során az emberek is, hogy az Isten vagy Istenek, azok egyszerűen leraknak ide dolgokat, és kész. Nem kell ezeknek az okait megkeresni, mindenre van egy jó indok, az isteni akarat. Hát igen, meg ugye főleg amikor mondjuk egy ilyen kiadós pestis járvány dúlt éppen az országban, akkor valószínűleg, hogyha egy
elhunytnak a szája szélén ott a vér csordogált, akkor az alapból rettegő falusi-városi lakosság nem arra jutott, hogy hát ez biztos azért van, mert ez a pestisnek az egyik tünete, hanem azért, mert ugye meg vagyunk átkozva, itt a dögvész, és még vissza is térnek a holtak, és a mi vérünket szívják. Hát igen, azért egy jó kis ilyen bubó pestises figura, aki még halála előtt egy kis ilyen dance macabre-t elővillant, miközben felfakadnak a bubói, az valószínűleg azért eléggé egy babonás emberben elég félelmetes jelenség lehet egy ilyennel hát találkozni. Én nem tartom magam babonás embernek, de bevallom, ha egy ilyennel találkoznék, mondjuk egy sötét sikátorban, én is megijednék. Na jó, de te elsősorban attól, hogy elkapott tőle a nyavaját. Hát, de még nem feltétlenül attól, tényleg egy sötét, rosszul kivilágított, mocskos helyen jön egy ilyen figura, nem áll le az ember azt, még a modern ember se áll le azon gondolkozni, hogy most neki van bubópestise van, vagy ő egy szörnyeteg, és ha eleve evidens neked, hogy léteznek szörnyetegek, akkor hogyha látsz egy ilyen figurát akár messziről, akkor azt fogod elkönyvelni, hogy igen, láttam egy ilyen szörnyet, egy ilyen halálon túli kreatúrát, aki ott sétálgatott. Most a sötét sikátorokról egyrészt kőbánya jutott eszembe, és erről a sötét sikátorba szembe jövő bubópest is az dance macabre és figuráról egy jó kis kőbányai belebegett fickó, de mindegy, ezt most hagyjuk. A másik, ami eszembe jutott, hogy azt is hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a 20. század előtti időkben például nem létezett közvilágítás. Ha éjszaka volt, akkor ott aztán éjszaka volt. És ezt a mostani urbanizált közegben teljesen elképzelhetetlen, hogy sötét volt éjszaka, de úgy tényleg mindenhol. És nem nagyon lehetett rendes fényeket gyártani, csinálni. Úgyhogy ha éjszaka bókláztál, eleve nem bókláztak éjszaka az emberek, mert kurva sötét volt, és orra estek volna a picsába. De... így aztán eleve már az, hogyha éjszaka nem léptek ki a házból, már egy babonás félelem azzal kapcsolatban, hogy mi lehet odakint a sötétben. Tehát egy egész más hangulatú környezet volt itt az egész történelem során. Azt tudtad egyébként, hogy pont emiatt, hogy ugye nem volt közvilágítás, létezett egy olyan bűnfajta, hogy hát betévedt egy úriember a házadba, és meghágta asszonyodat, és hát az asszony mentegetőzhetett, hogy hát sötét volt, én nem láttam. Ó! Oh. Szóval, hogy ez egy ilyen mindennapi, hétköznapi bűnfajta volt. Hát mostanában is hétköznapi bűnfajta, az csak most már ezzel nehezebb védekezni. Hát én ennél valamivel kevésbé bújavizekre kalandozva, nekem az jutott eszembe, hogy szintén volt egy foglalkozás, konkrétan utcagyerekek azzal kerestek pénzt a nagyvárosokban, hogy lámpával a kocsmából hazafelé igyekvő úri emberek előtt haladtak azért, hogy a sikátorokból ne lehessen oldalról könnyedén rájuk ugrani. Szóval azért valóban veszélyesek voltak az éjszakák, és nem kell hozzá különösebben nagy képzelőerő, hogy egy ilyen világban nagyon könnyű volt elképzelni azt, hogy még mennyivel veszélyesebbek az éjszakák valójában. Hogyha tényleg volt olyan, hogy mindenki ismert valakit, aki tényleg, akit mondjuk tényleg kiraboltak, megöltek, esetleg nem került elő, mert ugye, hogyha megölték, akkor mondjuk vízbe dobták a testét, és akkor mondjuk előkerült, mint vízi hulla x idő múltán. Tehát azért nagyon félelmetes és veszélyes volt, és még inkább annak tűnhetett a világ akkoriban. Hát nyilván ez is segítette ezt az egész koncepciót, ennek a kialakulását, hogy emberek nyilván föl is használták ezt a babonaságot sok esetben. Hogy hát nem én öltem meg, hanem a vampír, és hasonlók. Tehát, na mindegy.
ez nem volt annyira jó gondolat, mint gondoltam. Hát illetve ugye a középkorban ott voltak a boszorkányperek, és hogyha az ember egy kicsit beleolvas, akkor a mai fejjel egészen elképesztő jellegű vádak vannak, amiket elfogadtak. És nem csak ez a meglepő, hanem az is, hogy sok esetben ugye a boszorkánypereknek az áldozatai azok őrült emberek voltak, vagy hát legalábbis valamilyen szinten szellemi sérültek, akik nem egyszer saját maguk is elhitték ezeket. És tehát itt van egy újabb bizonyíték, hogy valóban... Tudsz egy-két példát? Emlékszem egyre, ugyan a nem teljesen élő holtakkal kapcsolatos, de a boszorkányperek között sok volt a vérfarkasok, illetve hát alakváltókkal kapcsolatos híresztelések. Ugye itt is ugyanaz van, mint az élőholtaknál, hogy nem voltak így elkategorizálva, hogy jó, igen, van a nem tudom, a vérfarkas, a vérmenyét, meg a akármicsoda, hanem ez egy általános szörny tulajdonság, hogy alakot tudna, állati alakot tudnak ölteni. És több esetben volt, emlékszem egy példára, kifejezetten a klasszikus későbbi történetekben is gyakran feltűnő ilyen toposz jelenik meg, hogy úgy leplezték le a csúnya gonosz alakváltót, hogy eltűnt egy kislány a községből, és megtalálták a sánta farkasnak a nyomát, és hát hogy-hogy nem összeverődött a csőcselék, és hát a falu legkevésbé kedvelt emberéhez belátogattak, és hát hogy nem pont azt látták, hogy a felesége kötözi a lábát, és hát ennél több bizonyíték kinek kellhet, meg is égették jól. Jogos. Igen, meglehetősen sok ilyen volt, és ugye hát részben azért, mert sok esetben valóban őrült emberek, akik eleve a társadalom perifériáján tengődtek voltak az áldozatok. Máskor pedig ugye ilyenkor még teljesen elfogadott volt a kínvallatás. És a kínvallatás hatására, hát igen, előbb-utóbb bevallották az emberek, hogy igen, én ettem meg azt a kislányt, a szomszéd tehenét is én átkoztam. Csak hagyjátok már abba azt, hogy bököttök, meg csavarjátok a testemet. Egyébként nem is kellett feltétlenül őrültnek lennie, ugye az, hogy valaki mondjuk tudott aktívan segítkezni mondjuk egy szülés során, vagy ismert olyan gyógyfüveket, gyógynövényeket, amik ugye varázslatos módon felgyógyították a falusiakat, már ez is egy ilyen babonás, misztikus dolog volt, tehát gyakran ugye a falu javasasszonyai, illetve bábáik, különösen, ha nem voltak annyira szívderítő figurák, elég könnyen áldozatul tudtak esni hát meg a közharagnak. Tudom, még a boszorkányperekben azért a fiatal jó külsejű és a férfiakat különösen kedvelő hölgyek is gyakran áldozatul estek, akikért esetleg egy kicsit rajongott a falu férfi közössége, az asszonyok meg nem nézték ezt jó szemmel. Na jó, mindegy, szóval mind értjük, hogy koncepciós perek voltak ezek, világos. De egyébként mondjad. Még egy dolog eszembe jutott, a nagyon fontos háttér a ezeknek a mítoszoknak, az pedig bizonyos ma is kevéssé értett betegségek. Például az alvajárás. Ugye eleve egy, ahogy az előbb említettük, az éjszaka fenyegető, félelmetes, veszélyes, mindenki maradjon szépen csendben otthon az ágyban, a családjával, és akkor itt van valaki, aki éjszakánként felkel és ide-oda járkál. De még ennél is kézzelfekvő például az epilepszia, nyilvánvalóan valakit a rossz szellemek szálltak meg. Nem is kell betegnek lenni, ott van simán az alvási paralízis jelensége. Ó, igen, az szintén egy
Illetve a vámpírok kapcsán még eszembe jutott a porfíria, ami azért annyira nem volt gyakori, de annál ijesztőbb lehetett. Mi is az a porfíria? Ugye itt a hemoglobin termelés sérül, ha jól tudom, pont a hemfázisban keletkezik valami probléma, ezáltal ugye a beteg sápat, és azt hiszem több fajtája is van, és az egyik fajtájában a fény kerülés is jellemző, mert gyakorlatilag ilyen fényallergia lép föl. Hát amennyire tudom, a vámpírok alapvetően nemes emberek voltak jellemzően, és a nemesekre abban az időben amúgy is jellemző volt, hogy az volt a divat, így amennyire tudom, így a középkor vége fele, kora újkorban a nemeseknél, hogy nem mennek ki a napra, mert a parasztok azok, akik lebarnulnak, a nemes embereknek hófehér a bőre. Ugye a nemes asszonyoknak alabástrom bőre van, de a férfiak ugyanígy. Ez összefüggésben állhatott az életmódjukkal is, mivel valóban nem kellett szántaniuk, vetniük a földön odakin, és éjszakai életmódot éltek nagyon sok esetben. Bulisztak éjjel, mondjuk minden éjjel partiztak, a parasztok viszont csak azt látták, hogy ezek éjjel jönnek, mennek, amikor már minden tisztességes ember alszik, egész éjjel égnek benne a, nem tudom, kandeláberek a kastélyban, a hegytetőn látszik, hogy ihajcsúhaj van odabenn, és hát ez nem normális viselkedés, az biztos. Egyébként a boszorkányokra, bocsi, visszakarnyolódva egy kicsit, olvastatok már ilyen népi babonákat, meg hiedelem világgal kapcsolatos dolgokat? Igen, én kedvelem ezeket. Én is szerintem rendkívül szórakoztatóak, és annyira szeretnék egyszer egy mondjuk ilyen hollywoodi költségvetési filmet, ahol Vin Diesel megy, és gatyamadzaggal fogja el boszorkányokat. Jók ezek, meg hát a modern boszorkány kultusz is jó pofa, nekem az egyik barátomnak az első felesége boszorkány, így hivatásos boszorkány volt, és ilyen vikkás esküvőjük volt kint valahol dobogókőn az erdőbe. Illetve az én ex-feleségem is kedvelte ezeket a boszorkány mendemondákat, voltak ilyen boszorkány mágiáról szóló könyvei, és több ízben is végrehajtott mindenféle szertartásokat. Rajtad? Nem, rajtam nem. Édesanyjával hajtottak végre közösen ilyen dolgokat, ilyen nem tudom mit, kit valakit meg kellett átkozni, és akkor nem tudom, 300 fonszört egy edény vizeletben el kellett ásni teli holdkor valahol, vagy valamilyen. Na de várjál, hát a Vika vallásnak tudtam, az átok az nem a része, tehát hogy ez nem egy nem szép dolog. Nem vikkás volt, hanem a klasszikus boszorkány, nem ez a szar. Mindegy, hát megátkozást tudtommal az annyira nem volt nyerő sose. Az már ilyen fekete mágiás vonal. Aha. Hát szerintem a boszorkány kultuszban az átok az egy nagyon központi szerepet játszik. Igen, meg a szemmelverés, a állatok tejének, tojásának elapasztása, és minden egy. Igen, az egyik, ami nagyon furcsa így mai szemmel, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit a boszorkányok, vagy a gonosz, tehát az ördög által megszállt emberek csinálnak így állítólag, ami annyira nyilvánvalóan vagy nem történt meg, vagy teljesen abszurdnak tűnik, és emiatt elítélő. Pont ilyen ez a tehén véres tejet ad. Két fejű kecske születik. Igen, de ugye a Monty Python and the Holy Grail című mesterművet, a gyaloggalopot valószínűleg senki nem kell bemutatni, és ugye ott van az egyik tréfa, amikor honnan tudjátok, hogy boszorkány, és akkor valaki kiabál, hogy engem gyíkká változtatott, mindenki ránéz, de már elmúlt. És valóban ilyen dolgok miatt elítéltek emberek, hogy hát meg nem kell ennyire szélsőséges
hülyeségekbe elmenni, hát bőven elég az, hogy a tudományos gondolkodás előtt az emberekkel történt valami nagy balszerencse, ami azért mindenkivel történik időről időre, mit tudom én, halva született a gyerek. Akkor ennek keresték az okát, de tudományos gondolkodás hiány nem természettudományos okokat kerestek, hanem a mi szemszögünkből természetfeletti okokat. És hogyha amúgy is mondjuk nemrég költözött a faluba egy gyanús öregasszony, és hopsz, halva született a gyerekem, hát ez így napnál világosabb, hogy itt mi történt. Jaj, öreg asszonyról és halva született gyerekről jut eszembe. Nem tudom, ismeritek-e azt a szintén ilyen népi bambonát, ami szerintem nagyon para, hogy ugye, hát a koraszülést ugye sem tudták akkor még megmagyarázni, illetve az ilyen halva született magzatokat, és létezett egy ilyen kifejezés, azt hiszem, hogy üszögös, vagy valami ilyesmi gyermek, tehát ezek a ugye torzan született ilyen magzatok, amikről azt kellett tudni, hogy agyon kell gyorsan csapni seprűvel, mert különben visszamászik az anyjába, és mászik a falon, a plafonon, mindenhol. Ez szép történet. Igen. Elég jól. Igen, szerintem kifejezetten hátborzongató, hogy belegondolni, hogy ültök a sötétben, és akkor a nagyi elétek tárja a sztorit. Hát önmagában már az ilyen születési rendellenességgel torzan halva született, ilyen nagyon torzan halva született gyerek is, már csak önmagában az is elég hátborzongató. Szintén ott az Anatómia Intézetben ilyen nagy üvegedényekbe, formalinba jó néhány ilyet volt szerencsém látni közelről, és elég félelmetesek. Hát illetve ugye egy ennél kevésbé közvetlenül rémisztő, de nagyon-nagyon szomorú történet. Ugye a betegen született gyerekek úgymond meggyógyításának bevált módja volt sok helyen az, hogy hát a gyerek az ugye egészségesen születik, a rendes gyerek mindenképpen, hogyha betegen született, mondjuk egy kicsit furcsán néz ki, furcsán sokat sír, láthatólag gyengécske, meg kicsi, hát az csak úgy lehet, hogy a tündérek bizony elcserélték a rendes, jó, szép, egészséges gyerekünket elcserélték erre a satnya kis tündéri vadékra, és hát azt kell csinálni, hogy kivisszük a dombhoz, ahol tudjuk, hogy ott laknak a tündérek, és ott hagyjuk a kis satnya gyereket, és akkor a tündérek rájönnek, hogy nem tudtak minket átverni, és jól visszaveszik, és valóban ott hagytuk a satnya kis gyereket, és hát két nap múlva már nem jött onnan a sírás egyáltalán, úgyhogy működött, és hát ez egy eléggé bevált módszer volt. Ugye mindenki ismeri a tajgetoszt, de az kevésbé, hogy ez azért nem ott kezdődött és ért véget. Igen. Hát és ez olyan kor volt, amikor senki nem kérdezte meg nem ment föl az internetre megnézni, hogy amúgy volt-e már valaki, akinek valóban visszacserélték a tündérek a gyerekét. Tehát volt-e legalább egy kurva precedens, hogy kirakták a beteg gyereket, és két nap múlva egy egészséges gyerek volt a helyén. Egyébként ez is egy jó példája annak, hogy régen nem volt ilyen kategorizálás, tehát hogy a magyar népi hiedelemvilágban a tündér az a boszorkány volt, gyakorlatilag a későbbi boszorkány. Tehát a népmesei tündér, aki ugye ez a dögös, bögyös, faros menyecske, aki feleségnek való, ez csak mesei alak volt. Hát igen. Igen. Hát igen, ugye, ahogy az előbb előjött a tündéreknél is, és a boszorkányoknál is ott van, nagyon sok mitológiai lénynél voltak közösek a skillek, amiket tudtak. Ugye ilyen-olyan állattá változtak, megigézték, különösen ugye a férfi embereket, ami nagyon jól jött szintén, amikor a miatt léptél félre, drága férjem, hát megigézett ez a gonosz boszorkány, de a sebezhetőségeik is, a gyenge pontjaik is nagyon soknak közösek voltak. Nagyon sok lény nem tud átmenni a folyóvízen,
rendszerint a keresztől attól mindegyik tart, mert hát ugye a keresztény kultúrkörben legalábbis. Igen, de más kultúrkörökben is a vallási erekéktől, a vallási vezetőknek a hatalmától tartanak a gonosz lények. A só, a fokhagyma honnan jött? Szerintem az egyszerűen, ugye, mivel ilyen természetes gomba és baktérium ölő hatású, eleve ugye szív- és érrendszeri betegségekre kedvezően ható. Nem hiszem, hogy Jóska bácsi, aki szerint a fokhagyma távol tartja baktériumokat, a vámpírokat. Ő erre gondolt volna, hogy biztos, az a bakteriális hatás. Biztos, hogy nem erre gondolt, de ugye ezek a tulajdonságai, amiket akkor így nem fogalmaztak meg, hogy hát igen, a fokhagyma antibakteriális hatású. Na, hát inkább az, hogy kurva büdös. Hát nem az, hogy kurva büdös, nem amiatt, hanem viszont például mondjuk távol tartotta a férgeket, a csúnya rovarokat, amik a rothadást hozzá, igen, a rontásnak a velejáró, és hogyha azt távol tartja, akkor biztos távol tartja mondjuk a szúnyogot, ez jó, hogyha bekenjük magunkat vele, hát akkor meg a méheket, meg mindenféle csúnya szúró, zűnögő rovart, akkor biztos távol tartja a nagy vérszopót is, a nagyobbik gonoszt is. Jó, és az honnan jöhetett vajon, hogy a vámpírnak a szívét fakaróval kell átbökni? Amennyire tudom, a szívnek ez eleve nem volt annyira elterjedt, amennyire én tudom, csak az egyik opció volt, úgymond. Igen, és inkább a fejet kellett levágni. Igen, a fejet kellett levágni, és a fokhagyma is ott került be, hogyha jól emlékszem, a fejet le kellett vágni, és ki kellett tömni fokhagymával, hogy ne tudjon visszajönni többet. Ami még érdekes, hogy az ezüst, az ugye vámpír ellen is, meg a vérfarkas ellen is egy hatásos, vagy a puszta acél, vagy vas szokott még ilyen lenni. Nem, amennyire tudom, a hideg vas, az kifejezetten a tündérek, meg boszorkányok voltak az, amik félték, és az ilyen sötét szörnyetegek, azok meg mind az ezüstöt. Érdekes, de miért az ezüstöt, miért nem az aranyat? Mert az olcsóbb. Nem vagyok biztos benne, de azt hiszem olvastam arról valamit, hogy ezt a holddal hozták kapcsolatban. Igen, hát az ezüst ugye a hold a fényt ad az éjszakában. Hát világos, de az arany meg akkor a nap, ami még nagyobb fényt ad. De a nap az nincs ott éjszaka. Hát például a vámpír ellen tök logikus lenne, hiszen az a napfény az elégeti a vámpírt. Én úgy tudom, hogy ez is egy meglehetősen új gondolat. Még annyira új, hogy például még a Bram Stoker Drakulája is csak egy kicsit rosszul érzi magát a napon, de nem lesz baja. Uh-huh. Jó, hát igen, ahogy mondjuk egyre urbanizáltabb, meg technológiailag fejlettebb lett a világ, az újabb és újabb vámpír kultuszokban nagyobb, bár nem. Tehát, hogy nagyobb handicapeket kellett adni a vámpíroknak, de jobban belegondolva nem épp ellenkezőleg kellett volna. Inkább szerintem arról volt szó, hogy amikor megjelentek valóban az irodalomban, tehát már nem csak a mesékben ezek a lények, akkor már elkezdődött tényleg az, hogy igen, be kell őket kategorizálni, mert ha tényleg ez a nagymamának a meséje arról, hogy miért nem szabad a temetőben hancúrozni, futkározni, büdös kölykök, itthon maradtok, ültök a seggeteken, akkor nem kell ilyesmi, de hogyha mondjuk én egy könyvet írok a vámpírról, akkor ahhoz, hogy ebből egy jó történet legyen, kell, hogy valahogyan le lehessen győzni, kell, hogy legyenek gyengeségei, hogyha van valaki, ugye a Van Helsing professzor, aki jön, és aki elvileg tud ezekről valamit, akkor tudjon is valamit róla, tehát tudjon valamit mondani. Ne az legyen, hogy hát ez jön a sötétben, aztán elviszi mindenkit, aki rossz volt, nem lehet ellen semmit se csinálni, úgyhogy legyetek jók. Ez egy kevés érdekes történet lenne. Jó, beszéljünk egy kicsit akkor Vlad Dracul-ról, mert akkor nála korábbi ilyen híres vámpírt nem tudunk, ugye?
Hát igazából szerintem ő is a Bram Stoker révén lett igazából. Nem, szerintem Hunyadi Mátyás révén lett igazából vámpír, legalábbis itt Magyarországon. Igen, neki azért elég veszett híre volt. Hát amennyire tudom, ez egy családi viszály volt. És a Báthory grófnő? Az később élt, szerintem az 1700-as években élt. Ó, igen, ő később volt. De rá is kitérhetünk majd, csak előbb nézzük meg Drakulát egy picit. Amennyire tudom, ez a Drakul család, ugye sárkányos címerük volt. Valami havasalföldi népek voltak ezek, körülbelül ugyanarról a területről jöttek, mint a Hunyadi család, és amennyire tudom, ez ilyen családi visszáj volt kettejük között, csak a Hunyadi családnak ugye felívelt a szerencse csillaga, és hát a Hunyadi János először kormányzó? Mindegy, szóval valami országvezető lett belőle, és utána a fia Mátyás lett a király. És amennyire tudom, végül Mátyás győzte le teljesen ezt a Drakul családot, és elhurcoltatta Vladot. Szerintem Mátyásnál még vendégeskedett is börtön formájában. Igen. Tepes. Igen, igen. Igen, valószínűleg mind nála, mind Báthory Erzsébetnél a rossz fényben feltüntetés és negatív hírverésnek a csimborasszója volt ez. Hát különösen ugye azért, mert egyébként a Vlad Tepes meglehetősen hatékony volt, és az akkori kor mércéje szerint nagyon nagy hőstettet hajtott végre azzal, hogy hát számos török katona hagyta ott a fogát a váránál, és hát ez ugye egy nagyon pozitív dolog lett volna, és logikus, hogy kellett valami, amivel, hogy hát igen, ő megölte ezeket a csúnya gonosz törököket, de tudjátok, hogy miért ölte meg? Nem azért, mert egy jó keresztény, hanem azért, mert egy istentelen szörnyeteg. Hát szerintem a média, ha beszéltünk akkoriban ilyenről, mint szájhagyomány, ugyanúgy működött, mint most is. Tehát valószínűleg ez a Vlad Tepes, ez egyébként egy kutyakegyetlen figura volt, aki tényleg tucatjával húzott a karóba, végeztette ki az embereket, a parasztok a környéken állandóan csak a kínzásoknak a sikoljait hallották a kastélyából, és hasonlók történtek. Ez egy hadvezér volt, aki igyekezett a területét megtartani, és ennek megfelelően viselkedett. Lehet, hogy ezen túlmenően is volt azért benne egy kis kegyetlen vonal, és mivel ez a szóbeszéd így valamennyire ott a környéken elterjedt a parasztok között, egész egyszerűen Mátyásnak a saját média munkásai felkapták ezt a dolgot, és felfújták, meg elterjesztették, amennyire csak lehet. Hát és nagyon könnyű volt, mert akkoriban aztán tényleg 100 kilométerről odébb, hogyha valakiről úgy hallottál már, hogy hú, igen, az sok embert megölt, sok törököt megölt, de itt futkosnak hirtelen a rikkancsok, és kiabálják, hogy hát ez eszi a csecsemőt, meg minden, és nem fogsz elmenni 100 kilométerre, hogy ő tényleg a rossz fiú, vagy igazából nem. Hát nem fogjuk megtudni valószínűleg, hogy sohasem, hogy Vlad Tepes az most mennyire volt valójában kegyetlen. Hát igen, meg annál is inkább, mivel az akkori korban ez azért nem volt egy kirívó dolog ugyan magában. Tehát az akkori nemesek azért nem estek kétségbe, hogyha néhány tucat parasztot meg kellett ölniük. Azért ez már a második nagyon szarszó vicced volt. Bocsánat. Igyekszem távol tartani őket a műsortól, jó? Hát, na jó. Én elítélem ezt a viselkedést. Elhatárolt? Kicsit kanyarodjunk szerintem át a zombikra. Mikor vált el a zombi a vámpírtól? Szerintem nem is egy gyökere van a kettőnek. A zombi kultusz, amennyire tudom, a karibi térségből indult ki. Igen, de elég jól ráillik a mi igazi hazai
háromszínű lobogós vámpírjainkra a régi formájukban. Tehát legalábbis az elképzelés, hogy szintén egy ilyen a sírjából kikelő halálon túli kreatúra. De van egy jelentős különbség, a zombi egy értelem nélküli báb. Szerintem sokkal fontosabb az a különbség, igen, hogy a zombi az egy báb. És ez ugye a modern zombinál nincsen jelen. Ezt elveszítette, de ez volt az eredetie. Igen, a zombi egy kreatúra, azt valaki megalkotja. Hát általában ugye a vudu vallásban, ha jól tudom, ugye valami varázslatos szertartás során a mágus kelti életre, hogy őt szolgálja ez a zombi. Hát amennyire tudom, ott valamit megitatnak az emberrel, amitől roncsolódik a felsőbb tudati rétege az agyában, talán idegrendszeri szinten roncsolódik, de utána képes lesz mozogni, de tényleg ilyen zombi szinten, és tehát ilyen vegetatív lényé válik. Tehát gyakorlatilag valami designer drogot kap. Hát igen, egy elég húzós designer drogot, amiből aztán nem jön le Itt róla. Kifejezetten ez is valamilyen hal mérge, amilyen időleges paralízist és mindenféle szellemi károsodást okoz, hogy erre gondolnak, hogy ez állhat a zombi mítosznak a hátterében, hogy a sámánok ezt adták be. Azoknak, és hát valószínűleg nem volt annyira nagyon hasznos utána ez a zombi, ami felkel, de jól lehetett ijesztegetésre használni. Hát figyelembe véve, hogy a történelem során mindent megettek az emberek, amit csak lehetett, és különösen az ilyen sámán lelkületű figurák, akik a különféle magasabb szellemi síkokat, meg a tudatmódosítást keresték, egyáltalán nem csodálom, hogy találtak olyan anyagot is, amin tartósan rajta marad a használó. Erről jut eszembe, valamikor volt szerencsém megnézni egy ilyen 100-150 évvel ezelőtti szakácskönyvet, amiben a teknős béka vérmártásban nevű recept különbözően megfogta a fantáziámat. És legalább a saját páncéljában szolgálják, a saját vérébe mártva. Erre már bevallom, nem emlékszem. Meg volt valami kb. Ez a karomvarjú, és önmagába rántva. Ez egy komoly szakácskönyv volt? Igen, ez egy komoly szakácskönyv volt. Hát a varjúhús állítólag jó, csak hát kicsit kevésbé hatékony. Jó, hát gondolom, hogy azért a nagy üzemi állattartás előtt az emberek jóval több állatot, mondjuk varjút, meg teknőst is megettek. Az biztos. Ha úgy alakult éppen, kemény téja volt, vagy valami. Hát igen, hogyha kifogysz a saját magad által termelt lehetőségekből, akkor marad a garón a varjú, meg a hátsó kádban a teknős béka. Érdekes kérdés az is egyébként, azt még nem vetettük fel, hogy felhoztuk a nagy sztárjait az élőholtaknak, a zombit meg a vámpírt. Miért pont ezek lettek? Hát szerintem a vámpír egyértelműen azért, mert ugye a popkulturális vámpírnak kapott egy ilyen, ugye összefüggésbe hozták a szexualitással, és azért ez a halál plusz szexualitás kettő tabut az egyben döngetünk, azért ez nagyon sok ember fantáziája. Szóval a viktoriánus romantikus irodalom égisze alatt jelent meg ez a Bram Stoker féle Dracula, és óriási népszerűségre tett szert, és akkoriban jelentek meg ezek a filléres ponyva regények is, vagy akkor jelent meg ez a műfaj, és százával kezdték másolni ezt a toposzt. Igen, de volt sok másik is, ugye szintén ekkor jött a Frankenstein, a Jekyll és Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete. Szerintem Lilla találta fején a szöget, hogy a szexualitás behozatala a vámpírral
az lehet az, ami miatt ennyire népszerű nap. Ja, hát igen, igen. Én is erre gondoltam azzal, hogy a romantikus viktoriánus irodalomnak a része volt. Tehát a romantikába emelték be ezt a figurát, és maga a történet is ugye érzelmektől és szexualitástól csöpögött. A zombi mondjuk nem tudom, szerintem az inkább a mostanában lett felkapott. A zombi egy modern dolog szerintem, ez így a 20. század második felében. A zombi azért érdekes, mert belőled is lehet zombi, ez az egyik. A másik azért érdekes, főleg az utóbbi évtizedekben, mert egyfajta apokaliptikus közeghez kötődik, és valójában nem a zombit, hanem a posztapokalipszist kedveljük. Hát meg ugye az 50-es években ez egy nagyon jó karikírozási lehetősége volt ugye a fogyasztói társadalomnak. Hát gondolod, hogy ez a népszerűségéhez hozzájárult mindenképpen? Persze. A Romero-nak ugye az ikonikus zombi filmje az bevallottan a fogyasztói társadalom paródiája akart lenni, a Day of the Dead. Azaz, amikor egy plázába szorulnak be, ugye? Dawn of the Dead, nem? Igen, még az is lehet. Nem emlékszem, annyi van. Olyan sok mindenik volt ezeknek a halottaknak. Hogy... Nem tudom, hogy a Romero rendezte, de a Dawn of Dead az kifejezetten igen. Az a fogyasztói társadalom kritikája volt, az összes zombi a pláza köré csődült, és a főszereplőink is a plázában kerestek meredéket, és annak a tetején húzták meg magukat. Az egy jó film egyébként, én nagyon kedvelem, többször is láttam. Sok jó van sajnos ugye a zombikra és a vámpírokra is igaz, hogy a mennyiség az a minőség rovására ment időnként, és nehéz kiválogatni, hogy melyik az az alkotás, ami még tud egy kis újat mutatni ezen a téren, vagy legalább jól meg van csinálva. Előbb szóba került Báthori Erzsébet, és róla is készült azért pár anyag, de az ő története is érdekes volt. Őt ugye azzal vádolták, hogy, vagy azért vádolták ezzel, hogy vámpír, mert hogy szűzlányok tűntek el a kastélyába, és elvileg nem egy vagy kettő, hanem ilyen százas nagyságrendbe, és ha minden igaz, neki volt egy csapata, akiket kiküldött, hogy szűzlányokat hozzanak neki, mert hogy az volt a becsípődése, hogy szűzlányok vérében kell fürödnie ahhoz, hogy ne öregedjen. Igen, valahogy ez a történelem kevéssé kedvelt, vagy ugyan inkább hírhet női alakjai, azok mindig fürdőztek valami furcsában. Ez egy nagyon-nagyon régi toposz. És hát, hogyha szamártej nem volt, akkor szűzlányvér úgy tűnik hatékonyabb. Hát gondolom a 20. századig maga a fürdés, vagy kádba fürdés is valami olyan luxus érzetét keltette, hogy neked a házadban van egy kádad, amiben te beleülsz, és rádöntenek valamit. Hát a tejben vajban, az, hogy tejben fürödj, az meg óriási pazarlás, de aztán szűzlányok vérében az meg a max. Abban még esetleg egy kis arany és gyémánt port kellett volna beleszórni, és csinálták. Az arany az nagyon sok, ugye az előbb felmőtt, hogy miért az ezüst, miért nem az arany. Hát erre ugye nem tudja egyikünk se a választ, de az biztos, hogy az aranyat azt nagyon-nagyon varázslatos dolognak, és nagyon jó dolognak tartották, mert hát szépen csillog és drága, hogy csak jó lehet, úgyhogy ették az aranyat, arcpakolást csináltak vele, amit meg lehetett vele tenni, azt az aranyjal megtettek az emberek, hogy még inkább, még többet magukba tömjenek belőle, mert attól csak jó lehet. Ha a vámpíroknak a kultúrtörténetén haladunk tovább, akkor a 20. század elején Lugosi Béla jut eszembe, és a Nosferatu című filmje. Igen, az egy kicsit amiatt is nagyon érdekes, mert ugye a régi és az új vámpír az összeütközése. Ugye, hogy a vámpír akkor a Dracula előtti, vagy még inkább a Bram Stoker előtti időkben
egy szörnyeteg, egy valódi, mindenképpen félelmetes, veszélyes és jó eséllyel ronda szörnyeteg, ami a sírból mászik elő, ocsmányállatokká változik, ugye denevérré, meg farkassá. És ehhez kép ezzel ugye erős kontraszt a Dracula alakja, aki pedig egy nemesi figura. De szintén átváltozik. Szintén átváltozik, de emberi formájában, noha ugye nem szép, hogyha jól emlékszem a könyvre, de mindenképpen elegáns, és el tud, egy plusz félelem faktor, hogy el tud vegyülni az emberek között. Hát a Lugosi Bélának a Nosferatuja viszont nem. Igen, egyfajta visszamutatás, és talán amiatt is lehet ez így, mert akkor jelent meg a vámpír mozgóképen, és talán nem akartak kihagyni egy lehetőséget, hogy bemutassanak egy szörnyet a vásznon, amitől jól meg lehet ijedni. Azt tudjuk egyébként, hogy ez a Nosferatu, mint szó, ez honnan jön? Hát én nem. Ezt én is. Már ugye a hangalakja alapján így a Mezopotámia jutott eszembe, de akkor nem tudjuk, jó. És a Lugosi Béla és az egészen modern 80-as, 90-es évek meg a most a 21. századi vámpírok közötti időszakban volt valami jelentős vámpíros alkotás? Kicsit úgy gondolom, hogy leült a téma, ugye amikor eljött az az időszak, amikor a klasszikusok már mind megjelentek film alakban, és hát kevésbé dívtak még a remake-ek, és inkább az egyre látványosabb szörnyek felé kezdett tendálni a filmipar, és hát ugye ilyenkor jöttek a 50 láb magas akárminek a támadása. 50 láb magas nő? Igen, az 50 láb magas nő, kutya, sűn, mindegy, csak nagyon nagy legyen, és támadjon, és jól romboljon le mindent. Ez egy, ugye akkoriban, hát a hidegháború alatt különösen, de később is, egyrészt ugye az atomenergia, mint szörnykreáló dolog, mert hát a radioaktív sugárzás mutációt okoz, és a mutációt azt mindenki tudja, hogy nem lehet más, mint hogy csápokat növeszt valami, és nyáladzani kezd, és föleszi a csecsemőket, meg és a háromszor szép akkora lányokat. Lesz. Igen, és nagyon nagyra is nő természetesen. Hát ugye Godzilla és King Kong, illetőleg a hidegháború alatt az atomháborútól való félelem. A fő félelem faktor nem az volt, hogy téged személyesen meglátogat valami éjszaka, és jól vagy molesztál, vagy széttép, vagy a kettőt valamilyen sorrendben, hanem inkább az, hogy jön valami nagyon nagy pusztító erejű dolog. Jön egy bomba, ami letarolja az egész várost, és akkor hát a filmben nem mutatjuk a bombát, de a bomba helyett jön a nukleáris sugárzásból kikelt óriásgyík, és az rombolja le jól a várost. Nekem a következő, ami így eszembe jut a popkultúrában a vámpíroknak a megjelenéséről, az Anne Rice, a Lestat sorozata, illetve az abból készült ikonikus kultikus film az interjú a vámpírral. Az nem a Lestatból, vagy hát szerintem még előbb volt a Coppolának a Dracula című filmje. Az 92-es, azt hiszem. Hát valamikor akkor tájt volt az interjú a vámpírral is, szerintem a 90-es évek első felében talán. Igen, valahogy lehet, hogy ezek egymáshoz nagyon közel robbantak, illetve talán még akkor akkoriban jött a Penge is. A Penge az már a 2000 környékén volt, igen. Az már egy egészen új vonalas koncepciót hozott erről. Hát a Dracula, a Coppola féle Dracula, ugye a Gary Oldman-nál, az
egy klasszikus feldolgozás volt, ez egy lassú, romantikus film, én többször is elaludtam rajta, amikor megnéztem. Az Interjú a vámpírral egy amerikanizált verziója már ennek az egész történetnek. Én azt nagyon kedveltem egyébként. Igen, és ami miatt nagyon fontos, az az, hogy behoz egy egészen új elemet a vámpír mítoszába. Ugyanúgy, ahogy Bram Stoker behozta a vámpír, mint ember. Tehát, hogy a vámpír nem csak egy szörny, hanem ő egy emberszerű lény. És az Interjú a vámpírral pedig behozza, vagy legalábbis a közismert művek közül talán az az első, ami behozza, hogy a vámpír egy tragikus lény. Igen, a tragikus hős a vámpír figurája. Lehet sajnálni amellett, hogy ő továbbra is egy gonosz emberek. De szerintem ez mondjuk a Drakulában is megvan. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem is ennek a gyökerei ott vannak a Drakulában, de tény, hogy az Anne Rice féle világ, amit ő megalkotott, annak a vámpírjai, azok sokkal kézzelfoghatóbban ilyen szenvedő, tragikus figurák, magányos mire lények. Mire gondoltok egyébként a Drakulában, ami miatt ez bent van? Én kifejezetten az eredeti műben, de a filmekben sem, hogyha ha az ember belegondol a Drakulának a létezésébe, akkor lehet iránta empátiát érezni, de magában a filmben és a könyvekben én úgy emlékszem, hogy senki sem sajnálja a Drakulát. Drakula egy természeti csapás, amit el kell pusztítani, meg kell szüntetni valahogyan. Hát most erre nem tudok konkrétumot mondani, elfogadom, amit mondasz, viszont az jutott eszembe, hogy az Anne Rice féle univerzumban még egy dolog létrejött, a vámpíroknak a szaporodása. Én úgy emlékszem, de javítsatok ki, hogyha ez hülyeség, hogy a Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll és Mr. Hyde az több írónak a közös koncepciója volt, hogy na, akkor írjunk mindannyian egy-egy szomorú, tragikus, magányos karaktert, aki valamilyen módon számkivetett a társadalomból, és ez mondjuk mind a Frankenstein szörnyére igaz, mind Drakulára, mind Dr. Jekyllre és Mr. Hyde-ra. Hát Drakulára azért kevéssé. Tehát Drakula, és akkor a Palira is visszatérve, nem, Drakula már szaporodott. A Drakulában már megjelenik az. Volt három női vámpír a kastélyban. Igen, akiket a Drakula hozott létre, és ez le is van írva, hogy a Drakula, akiket megöl, úgyhogy ugye az eredeti könyvben még az van, de jól emlékszem a legtöbb feldolgozásban is, hogy a vámpír akkor egy fiatal leányt, egy szűzleányt praktikusan választ ki, akit éjszakáról éjszakára meglátogat, szívja a vérét, és az egyre gyengébb és gyengébb lesz, és amikor meghal, akkor belőle is vámpír válik. Igen, szerintem inkább az, hogy az Interjú a vámpírra hozza be ezt az erotikus vonalat, mert ugye Lestaték azért bőven hajszolják az élvezeteket az éjszakában, mint mondjuk Drakula praktikus okokból építi maga köré a szövetségeseket. Hát illetve Lestatéknál jelenik meg az, hogy ők, tehát Drakulánál pontosan tudjuk, hogy ő miért lett vámpír. Tehát ott ki van fejtve pontosan a háttértörténet, hogy ő úgy lett tragikus hős, hogy meghalt ugye a szerelme, és ezért elhagyta a vallását, és egy istentelen rituálé keretében elhagyatva Istentől egy ilyen számkivetett szörnyeteg lett. Szerintem itt van a válasz az előző kérdésedre, ezért egy tragikus figura a Drakula. Én őszintén megmondom, erre nem emlékszek. Emlékszem hát ezzel könyvben. Kezdődik, hogy ő egy ilyen jól menő fiatal nemes úr, egy feleséggel. Nem, az eredeti könyvben ilyen nincs egyáltalán. Az eredeti könyv úgy kezdődik, hogy a Jonathan Harker? Igen, igen. Meghívja. Az eredeti könyvben Drakula egy kifejezetten egy intelligens, de mindenképpen egy végletekig gonosz figura az elejétől, akinek az a célja eleve, hogy Erdélyből átköltözzön Londonba,
azért, mert ott sokkal több a szűzlány, akiből ki lehet szívni a vért. És meghívja Jonathan Harkert, aki el is megy hozzá, és valahogy ügyvéd, és ügyvédi minőségben, hogy át tudja helyezni a vagyonát, azért van ott, és sikerül neki túlélnie, azért azt hiszem, mert nappal alszik Dracula, és bár bezárja a kastélyába, ki tud menekülni, le tud, azt hiszem lemászik, igen, talán a hiánokon. És elmenekül, de Dracula meg utána megy egy hajóban. És hát, ugye utána Mina Harker az, aki a központi figurája lesz a regénynek, ő az, aki felkelti Dracula érdeklődését, és akkor összeáll a szörnyvadász csapat, hogy megmentsék. A filmben kapunk előtörténetet Draculához. Nem biztos, hogy a Coppola féle filmben, de biztos, hogy valami Dracula filmben láttam hát az előtt. Nagyon-nagyon sok. De szerintem a Coppola féle filmben is, és ebben a Mina Harkerben éled újra a Dracula, vagy látja meg a Dracula az elvesztett évszázadokkal korábban elvesztett szerelmét. Hát, de akkor ez ismét azt jelenti, hogy ez egy későbbi gondolat, hogy adjunk neki is valami előtörténetet. Hát így lesz multidimenzionális a karakternek a jelleme. Van egyébként kedvencetek a vámpír vagy zombi irodalom, filmipar, játékipar terén? Nekem van egy nagy kedvencem, és méghozzá az egyik kedvenc magyar szerzőm, a J. Golden Lane néven publikáló Goldman Júliának az Éjfél című könyve, ami egy nagyon profin összerakott vámpíros könyv szerintem, én nagyon kedveltem. Én gondolom, akkor a humoros oldalára van megragadva a dolog. Nem, éppen ez a meglepő benne, ugye ő neki azért tényleg valóban a legtöbb könyve hasonló stílusban íródott, és kifejezetten egyfajta humoros urban fantasy, de pont amiatt különleges az Éjfél a könyvei között is, hogy nagyon jól mutatja be azt a fajta tragikumot a vámpír létezésében, ami túlmutat a hagyományoson. Egyébként ez is egy meglehetősen könnyeden stílusban íródott könyv, és ő szakít a vámpíroknak szinte az összes gyengeségével. A vámpírt el tudja pusztítani a napfény benne, de igazából ezen kívül semmilyen gyengesége nincs, nem kell neki vért inni a kifejezetten, nem állt neki a tűz, szinte lehetetlen megölni, és ennek ellenére egy nagyon tragikus figurái a vámpírjai, mert azt mutatja be rajtuk keresztül, hogy mennyire unalmassá és sivárrá válik számukra a világ. Nincs külön kimondva, de a vámpírnak az a gyengesége, hogy sosem tud igazából túllépni önmagán, ugyanaz a figura lesz örökké, de azok a dolgok, amiket az életében kedvelt, és amiket továbbra is hajt, azok egyre kevésbé elégítik ki, és egyre kevesebb dolog tud belőle érzelmeket kiváltani. Ja, ha már magyar vonal és Delta Vision, akkor hadd említsem meg Gaura Ágnesnek a Vámpírok múzsája című kötetét, ami ugye azóta már hát 4 folytatást is megélt. Itt viszont a humoros oldaláról van megfogva, itt a vámpírok igazából csak egy környezetet szolgáltatnak ahhoz, hogy így kifigurázzuk a mai Magyarország problémáit. Én őszintén megmondom, hogy az egyikbe, meg a főszövegébe beleolvastam, és amikor előjött, hogy a főhősnő borbíró borbála, akkor úgy gondoltam, hogy talán ezt most nem olvasom tovább minden áron. Pedig amúgy nagyon jó. Mondjuk lehet, hogy a másodikat azt nem élveznéd annyira, mert abban borbíró borbála írdatlanul sokat picsog. De lehet, hogy én is sokat picsognék, ha meg lennék átkozva. Hát jó. Én a magam részéről a
a World of Darkness világát kedvelem, így a vámpíros világokból nagyon sok időt töltöttem, meg töltöttünk együtt is ebben a világban. Bloodlines-szal játszottál? Nem. Asztali szerepjátékokra gondolok, illetőleg... Értem, értem. Csak én már kicsit tovább gondoltam. Jó hozza vissza a világát az asztali szerepjátékokra. Ezen a világon belül is, hogyha könyvet kell mondani, akkor a Város Hercege című könyvet, azt többször elolvastam, és azt nagyon kedveltem. Az pedig egy... Többször elolvastam, de nem emlékszem, hogy melyik városban játszódik. Talán San Franciscóban játszódik, és a megalapításakor oda költözik egy Ventru vámpír a szolgálójával, vagy gyermekével, talán egy másik vámpírral együtt, vagy talán az egy Google, azt most nem tudom. Nagyon szeretettel emlékszem rá, igen. Hát már elég rég olvastam utoljára. És végigköveti a cselekmény, nem tudom, az 1800-as évek elejétől jelenkorig a városnak a növekedését, és a városban a vámpír társadalomnak a fejlődését, az ottani kamarilla, hogy bővül, hogy lesz herceg ebből a Ventrúból, aki oda költözött. Én nagyon kedveltem azt a könyvet. Én nekem még ezen kívül nagy kedvencem, és szeretném felhozni, mert szerintem az utóbbi éveknek, évtizednek a legjobb vámpíros művei közé tartozik, és nagyon sikeres is lett, az a Let the Right One In. Az Igen. Én azon szétuntam magam, be kell, hogy valljam. Pedig nekem nagyon-nagyon tetszett. Bár... És mi tetszett benne? Kevés igazán hátborzongató vámpír történet van szerintem, és az elég jól hozza ezt az élményt. Bár tény, hogy a vámpír egy kicsit mellékszerepet kap csak benne, de hát megbeszéltük, hogy spoilerezünk itt ész nélkül. Szóval a kislány vámpír és a pedofil szolgálója, az szerintem egy nagyon jól eltalált ötlet, és a könyv nagyon jól bemutatja mindkettejüknek a teljes reményvesztett létezését ebben a tökéletesen elbaszott kapcsolatban, amiben szerepelnek. Mind a ketten gyűlölik magukat, a világot is valamennyire. Igen, egy kevés igazán sötét hangulatú könyvet olvastam, amiben úgy valójában azért nagyon-nagyon sok tragédia úgy nem történik. És ez az egyik, és szerintem egy nagyon jó könyv. Mit gondoltok az akciós vámpíros filmekről? Mint a Penge? Mint a Penge sorozat, mint az Underworld sorozat. Szerintem így egynek elmegy, tehát szórakoztató értéke kétségtelenül van. Hát mélysége az viszont nincs, hogyha úgy ülsz le, hogy na most én egy interjú a vámpírra jellegű, ilyen elgondolkodtató vámpíros filmet akarok látni, és akkor azt látod, hogy a becsorog a metró a Ferenciek terére, majd ezt lelkesen szétverik egymás fején a vámpírok és a vérfarkasok, akkor lehet, hogy nem fog elégedettséggel eltölteni. Én nagyon nagyot kacagtam a ezüstinitráttal töltött lövedékek versus az UV magvas lövedékek, amikkel egymást lőtték a vérfarkasok és a vámpírok. Azért annak a vámpír szórakozójának volt hangulat abban a raktárépületben, ahol a pengében, ahol a plafonra szerelt zuhany rózsákból a vért. Az nekem is adta, sőt szerintem nekem igazából az Underworldnak is ez a nagyon sötét hangulata az így átjött. Mármint, hogy az, hogy gyakorlatilag van kék, fekete meg szürke az egész filmben, tehát hogy ezt a vámpírvérfarkas háború atmoszférát átadta, csak hát egyrészt a Kate Beckinsale azért valljuk be, nem a színésznők gyöngye,
Hát de nem is kell neki ebben a szerepben azért egy akkora drámát előadnia. Ez igaz. Meg jól néz ki. Úgyhogy ez már így elég. Ez már így eladja a filmet. Viszont arra leszembe jutott, hogy honnan jött ez a vámpír versus vérfarkas koncepció, ezt a World of Darkness hozta be, vagy ez már azelőtt is valahol szerepelt, mint toposz? Én úgy tudom, hogy a World of Darkness hozta be, a vérfarkas az még a vámpírnál is, hogy ugye az elején felmerült, sokkal kevésbé konkretizált lény a mitológiában, vagy akartad, nincs ilyen. Csordás farkas néven fut, ha jól tudom, magyar vonatkozásokban. Igen, de nagyon annyi verziója van, ugye a eleve többnyire ezek kétfajta ilyen típusú lény jelenik meg a mitológiákban. Az egyik az az ember, aki állattá változik, és ugye nagyon sok válfaja van. A boszorkányok azok a hiedelem szerint ugye vagy valamilyen fűvel kenegetik be magukat, és akkor farkassá változnak jól, vagy pedig az is elterjedt hiedelem volt, hogy egy farkas bőrét teszik magukra, és akkor valamiféle mágia elmondásával farkassá változnak maguk is. És ugye ez a középkorban ez egy mindenképpen egy istentelen dolog volt, de eleve már az előttről jött a kicsit pozitívabb hangvételben szerepelt a lakváltók, meg a sámán kultuszban kapcsolatban állt azzal, hogy az állatnak a jónak tartott tulajdonságait vesszük magunkba, hogy átváltozok, és olyan erős leszek, mint a medve, olyan vad leszek, mint a farkas. Olyan büdös, mint a görény. Hát igen, ez egy kevésbé népszerű verziója volt az átváltozásoknak. Olyan szép leszek, mint a hattyú, sem tűnt fel túl gyakran. És a másik oldala pedig az állatok, amik a táltos állatok, és most nem a táltos paripa az újmódi értelmében, hanem a valamiféleképpen varázserővel, rendszerint gonosz varázserővel megáldott állatok voltak azok, amik ezt a hiedelmet terjesztették. Ugye, amíg nem volt könnyű mondjuk levadászni egy különösen veszélyes medvét vagy farkast, ami mondjuk elkezdett emberekre vadászni, akkor nagyon sokszor előjött az a gondolat, hogy hát igen, ez az állat, ez ilyen nincsen, ilyen medve meg ilyen farkas, ez nem rendes medve meg farkas, ezt megszállta valami gonosz lélek, és hát ugye innentől már csak egy lépés volt az, hogy azért tudja így elhordani a gyerekeket, meg az öregasszonyokat, mikor rűzsét szednek, mert hogy ez nem csak, hogy nem normális állat, hanem át is változik, és akkor szép leány, vagy éppen férfi alakjában bemegy a faluba, nyit a verőfényes nappal, és akkor utána átváltozik, és elragadja a gyermekeket. És ennek a kettő vonalnak a valamiféle ötvözete a vérfarkas. Nekem most az jutott eszembe egy kicsit más irányba, hogy ezek az állatok, amik hagyományosan visszataszító, undorító jellegekkel bírnak így a hiedelembe, mint nem tudom, a varjú, a pók, a csúszómászok, béka, a kígyó és hasonlók, ezek miért kerültek, ezek a szerencsétlen állatok így a sötét oldalra vajon? Hát a kígyó az szerintem már evolúciós benne volt a pakliban, hogy ennek nem lesz jó vége. Ugye sok majomfa is retteg a kígyóktól. Innentől kezdve evidens, hogy ősei... A kígyó a fő gonosz, ez világos. Tehát a vallás is ezt megalapozta. Azt még értem. Igen. Pók, béka, végül is ezek csípnek, undorító helyeken laknak, esetenként mérgezőek is, tehát semmiképpen nem ilyen kedves tejet adó bocik, amikből hasznot lehet hajtani. Eleve sokkal nehezebb őket antropomorfizálni,
egy kígyót, aminek nincsen lába. Minél jobban különbözik valami tőlünk, annál könnyebb utálni. És hát ezek a csúszómászóknál valószínűleg valóban ez van. Illetve amit Lilla említett, az is nagyon érdekes, hogy jó eséllyel van bennünk azért valamennyi velünk született félelem ezekkel az élőlényekkel szemben. Nagyon érdekes például a jelbeszédre megtanított emberszabású majmok. Mind egytől egyig csúnya, rossz, gonosz szavakkal illették a kígyót, a krokodilt, annak ellenére, hogy nekik aztán valóban nem lehetett semmiféle tapasztalatuk ezekkel az állatokkal. Ez nagyon furcsa, tehát akkor ezek a félelmek nem társadalmi, vagy nem kizárólag társadalmi konstrukció. Biztosan van valamiféle öröklött alapja, és ez meglehetősen reális, hiszen ugye például a kígyók közül valóban meglehetősen sok, ezek ugye kicsi állatok, amit a főemlősök, mint a majmok hagyományosan elfogyasztanának, de például a kígyók közül ugye sok mérgező. Logikus az a gondolat, hogy jó, hogyha egy fiatal majom tart magától a kígyót, és nem nyúl oda, hogyha elmászik egy, hanem fél tőle, esetleg riasztja a társait. Ugye nagyon érdekes, hogy Vasó az egyik csimpánz, akit jelbeszédre tanítottak, ő neki, hogyha valakit nem szeretett, akkor krokodilt mutatott neki, mint egy ilyen saját maga által kitalált káromkodást. Ez aranyos. Én még említenék az anime vonalon egy vámpíros sztorit. Nem tudom, a Sikit láttátok-e? Nem. Az egy azért érdekes koncepció számomra, mert ott egy orvos a főhős, és azt hozta be ebbe a vámpíros storyline-ba, hogy mi lenne, hogyha egy vámpír család beköltözne most jelenleg a 21. században egy kisebb japán faluba, hogy mindenki ugye tudományos álláspontot próbálna keresni, és itt is az volt, hogy egy valami gyanús járványként tekintettek arra, hogy itt az emberek elkezdenek sápadtak lenni, rosszul lenni, tehát egyetemű vérveszteség jeleit mutatni, aztán egyszer csak meghalnak a semmitől látszólag. És egy ilyen országos pánik tört ki, hogy a faluból nehogy tovább terjedjen ez a kórság, és karantén minden mennyiségben. És ugye maga az orvos is, aki ott a helyszínen van, elkezdi ugye tudományos alapokon vizsgálni a helyzetet. És mire jut? Hát aztán a végén rájön, hogy nem, de neki is előjön a nem annyira kedves tudós professzor énje, amikor a felesége vámpírrá válik, és van egy elég brutál jelenet, amikor a nő könyörög neki, hogy hagyja békén, de ő lekötözi egy ágyhoz, és össze-vissza szurkodja mindennel. Nekem az előbb egy másik gondolatom jött, hogy a vámpírok és az ilyen pszichopata sorozatgyilkosok, amik megjelentek az utóbbi évtizedekben a popkultúrában, hogy nagyon hasonló figurákat jelenítenek meg ezek. Tehát egy Hannibal Lecter... Mint Twilight Edward. Ó, a Twilightra is ki kell térnünk, igen. De hogy a misztikum nélküli... de mégis misztikus jelenség, ugye a pszichopata sorozatgyilkosok, akik ilyen olyan emberek, akik nem emberek. Tehát lényegében vámpírok, csak az ilyen szakrális körítés nélkül. Hát ugye a sorozatgyilkosok, illetve elsősorban ugye a pszichopaták maguk is úgy definiálják magukat, hogy ők a ragadozók ebben a világban. Tehát, hogy ha te bedőlsz nekik, akkor te hülye vagy. Ennyi. Tehát, hogy miért kellett elhinned? Hát a te hibád. Igen, a dolognak pedig a populáris oldaláról valóban ez a technomítosz jelenség. Ugye a modern korban az ember elvesztette a mítoszait, és hát úgy tűnik, hogy van bennünk igény erre, hogy legyen ilyen.
és hát a vámpírban már nem hiszünk, mert hát tudjuk, hogy mi történik, mikor valaki meghal nagyjából, legalábbis a testével, tudjuk, hogy nem jön vissza, van tévé, meg internet, nem hiszük el, hogy a szomszéd faluba is riogat a lápilidért, de helyette van nekünk sorozatgyilkos, a szomszéd faluba is eltűnt valaki, ki tudja, milyen sorozatgyilkosok vannak. A sorozatgyilkos egy hihető vámpír a modern embernek. Igen, hát ez egy tudományosan megmagyarázott, de mégis misztikus figura, akinek nem érted a gondolkodás módját, nem érted, hogy miért csinálja mindezt, amit csinál, de csinálja. Egyébként szerintem az összeesküvés elméletek is innen fakadnak, hogy most már a Ludwércstől a mocsárban annyira nem rettegünk, de hogy ezek a titkos háttér hatalmak mit mahinálnak, hát ebben nekünk nincsen belelátásunk. Hát amennyire én tudom, az embernek ugye van egy agyterülete, ami az ilyen szakrális dolgoknak a működtetéséért felelős. Amikor ez aktiválódik, akkor kerülsz ilyen átszellemült hangulatba, meditatív vagy valamiféle ilyen emelkedett állapotba. És ezt az agyterületet ugye a mostani technológiai civilizáció miatt a klasszikus vallások, mítoszok, babonák már nem tudják úgy triggerelni. Viszont az embernek igénye van rá, hogy működjön néha ez az agyterület, és akkor ezt részben ki lehet ilyen spekulatív, fikciós dolgokon élni, amikről mi is beszélünk, valószínűleg nekünk is jelentős igényünk van ennek az agyterületnek a használatára, de akik nem akarják annyira azt, hogy fikció legyen ez a fikció, azok meg ezeket a technomítoszokat, ahogy Gábor mondta, ezeknek egy válfaja az ilyen összeesküvés elméletek is, ahol ilyen félig tudományos, vagy akár egészen tudományos, fikciós koncepciókat alakítanak ki emberek, csak nem írják rá, hogy ez fikció. Nem mondják, hogy a gyík emberek nem léteznek, hanem inkább oda photoshopolnak Obama mögé egy elsurranó gyík embert, a kép ott sziszegett a fülével, hogy mit mondjon. Hát vagy ugye van még a néhány mesebeli lény, ami tartja magát a világunkban, mint mítosz, ugye a Yeti, vagy a nagy lábapárja Amerikában, a Loch Nessi szörny, amik úgy még azért vannak, akik hisznek bennük, de az is egyre inkább áthező, hogy a Loch Nessi szörny az nem is szörny, hanem egy ilyen valamiféle őshüllő, ami így ott maradhatott, és akkor már könnyebben hiszünk benne, és szeretnénk hinni, hogy ott lakik a Loch Nessi szörny. A mai világban ezek rövid szabatosságú idejű mítoszok. A klasszikus történelem során, ahol nem volt technológiai előrehaladás hosszú időn keresztül, ott meg tudtak tapadni ezek a mítoszok jobban, most nem. Most kitalálták a Loch Nessi szörnyet, nem tudom, a 90-es években volt nagy hiszti ennek kapcsán, mindenki flesselgette a Loch Nessi szörnyet, aztán átpásztázták azt a nyomorút tavat 23-szor, nem találtak szörnyet, nincs ott olyan élővilág, ami el tudna tartani egy pleizoszauruszt mondjuk, amiről gondolták, hogy esetleg az, meg hát egymagában egy ilyen élőlény nyilván nem tud életben maradni a földtörténeti középkor óta, tehát ott valójában azért egy közösségnek kell lenni, nem tudom, a biológusok tudják, hogy mekkora az a minimális közösség, ami már önfenntartó genetikailag, de úgy tudom, hogy legalább egy 30-50 egyet kell ahhoz, hogy az a közösség fönn tudjon maradni hosszú távon, és hát mivel semmilyen nyomát nem lehették semmilyennek, így szépen ez így lecsorgott a klotyón, ez a Loch Nessi szörny mítosz. Hát még a Yetit esetleg megtalálhatjuk. Hát igen, a Yeti az a különleges lény, aki neleve Blur van. Tehát nem a fotók szarok, hanem Blur van a lényen. És félresiklott ilyen vámpíros sztorik eszetekbe jutnak még? Mint a Twilight? Az is, nekem most épp a World War Z jutott eszembe, meg a Daybreakers. A World War Z-ben vannak vámpírok?
Ott inkább zombik vannak. Igen. Csak, hát nem tudom, engem tudom, hogy ki készített. Nem tudom, hogy a könyv milyen, lehet, hogy az jó. Könyv jó. De hogy a film, hogy azt kell nézni, hogy Brad Pitt milyen elegánsan tudja a tincseit félre söpörni, miközben zombikra lődöz, ez valahogy... Nekem tetszett a World War Z film is egyébként. A könyv az tényleg jó, a film az nem követi annyira a könyvet. Hát mondhatni nagyjából semennyire semmi köze nincs hozzá. Mert a könyv az egy ilyen ugrándozós beszámoló nagyon sok embertől. Igen, a könyv az olyan, mint hát az is a koncepciója a könyvnek, hogy ez egy ilyen szöveggyűjtemény az egész zombi apokalipszis. Fiktív documentary. Igen, a zombi apokalipszis különböző résztvevőinek a leírása. És hát a filmet meg felfűzték egy szára, rá úgy gondolták, hogy nem kellenek a lassú zombik, mert azok unalmasak, úgyhogy fussanak, mint a veszettegér, és igen. Hát zombi vonalon, hogyha félre siklásról van szó, akkor én a The Walking Dead-et szeretném mindenképpen, ha megemlékeznénk róla, aminek az első 3 évada szerintem nagyon jól sikerült, és aztán egy fokozatos lejtmenetben, most már a 8. évad kezdődött, most láttam az Encore-on már az első 2 részt, de én úgy a 6. vége fele elengedtem a kezét ennek a sorozatnak, a 7. még megnéztem a nyitó meg a záró epizódját. Elhalt az a sorozat az én véleményem szerint. És ide a végére, az utolsó 2 évadra behozták a képregényből ezt a képregény főgonoszt, a Negant, aki egy borzasztó rossz fickóval játszatják el, egy tarthatatlan alakot tettek be Negannek, aki totálisan hiteltelen. Egy kurva másodpercre nem tudom elhinni erről a fickóról, hogy sem azt, hogy gonosz, sem azt, hogy ő képes egyben tartani egy nagy gonosz szervezetet. És egyébként is ezersebből vérzik az a Walking Deadnek a világa. Tehát hajnalig tudnám sorolni a hibáit. Az egy jó nagy szar lett belőle. Hát igen, így jár minden sorozat, amikor nem képesek túllépni az alapkoncepción. Hát 6 évadon keresztül nem tudtak kilépni abból, hogy egy 10 négyzetkilométeres erdőbe bolyonganak föl alá az emberek folyamatosan, és a bokrok alól ugranak elő a plot zombik. A más következő jelenetben meg tucatjával ölik a zombikat, mert ott éppen azt mondja a plot. Emellett, hát amit beszéltünk is sokszor, és a te ötleted volt, Gábor, hogy egy ilyen jellegű hosszabb zombi sorozatban egyszerűen a zombiknak kellett volna plusz képességet adni. Tehát, hogyha a zombi pusztán annyit tud, hogy egy halott ember, aki nehezen mozog, nincs intelligenciája, és csak oda akar menni az emberekhez, és megenni az agyát, akkor ez ellen baromi könnyű, baromi gyorsan, tökéletesen védekezni ez ellen a dolog ellen. És mint ahogy a Walking Deadben is látszott, a legtöbb karakterhalál valami égbe kiáltó balfasságból született meg, amit nem követ el ember egy valós ilyen jellegű helyzetben. Tehát ez a tipikus helyzet, ez a földerítünk egy raktárat konzervek után, a raktár alaksorába vannak a konzervek. Lenézünk az alaksorba, hát nem látok zombit sehol, derékig érő víz van az alaksorban, hát ugorjunk bele csak úgy a vízbe. Hopsz, hát a víz alatt ott van egy tucat zombi, hát az senkit nem érdekelt, hogy ezzel előzetesen foglalkozunk, és tele van ilyen szarokkal a Walking Dead. Tehát szerintem az szépen megvalósítja így a 4.-5. évattól kezdve a félresiklott zombis alkotást. Nem tudom, nekem csak a teltéles játékhoz volt szerencsém, de az egy nagyon kellemes és szórakoztató élményt nyújt. Igen, hát azért, amit fel akartam hozni pont ennek kapcsán, ugye a zombis alkotásoknak nagyon-nagyon nehéz dolguk van, mert a zombi apokalipszisnek az érdekes része az mindig az eleje.
Az eleje nagyon érdekes, amíg az emberek nem tudják, hogy azok a zombik, nem tudnak velük mit kezdeni, csak az a baj, hogy valóban a mostanra klasszikussá vált zombinak annyi gyengesége van, hogy onnantól kezdve, hogy mindenki tudja, hogy milyen a zombi, mit kell ellene csinálni úgy nagyjából, megszűnik a fenyegetés, és rendszerint erre nem az a válasz, hogy akkor tovább visszük a történetet, hanem tovább akarjuk tartani, mint a Walking Dead-et is ebben az állapotban, hogy az emberek menekülnek a zombik elől, mert ez az érdekes, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy vagy az emberek nagyon buták, vagy folyamatosan óriási ilyen plot ex machinák történnek, amik miatt újra meg újra az emberek visszakerülnek az alapszituációba. Hát a Walking Deadben ugye pontosan ez történt. Minden évad végén szinte visszakerültek ugyanabba a helyzetbe, hogy gyalogosan az erdőbe a bokrok között kell menekülniük, ahol bármelyik gyökér alól kiugrik egy zombi. Gyakorlatilag tényleg csak ez a két dolog okozta a karakterhalálokat, a balfasság, vagy az ilyen közvetett balfasság, és az, hogy most plotból szükség volt arra, hogy hopsz, ment az utcán a szereplőnk, és hirtelen a semmiből körülvette 2000 zombi. És akkor valahogy nagy nehezen megbír halni. Egyébként nem is teljesen értem ezt, mert szerintem egy csomó kreatív koncepció van a zombiban. Nekem az egyik nagy kedvencem egyébként a Fido, amit nem tudom, láttatok-e. Igen. Szerintem ez egy nagyon aranyos koncepció. De igen, te is láttad. Ott a házi állatként tartják a zombit. Egy ilyen Fallout jellegű, ilyen 50-es, 60-as évek kicsit utopisztikus, de mégis disztópikus hangulatú, ugye amerikai álmos kisvárosában követhetünk egy családot, akinek lesz egy ilyen házi zombia, és ugye ott a kisgyerek összebarátkozik Fidóval, a kis házi állatként tartott zombival, aki ezáltal ugye jellemfejlődésen megy át, és már nem akarja megenni a családot. Hát a zombi azért jó még a popkultúrának, mert az főleg a számítógépes játékoknak, mert egy Jolly Joker ellenség. Tehát egy olyan figura, amit szinte korhatár nélkül lehet mészárolni, senkinek nincsen ezzel kapcsolatban erkölcsi aggája, nagyon könnyű leprogramozni. Igen, igen, a zombik mesterséges intelligenciája 10 sor. Nem szükséges túl sokat tudnia azon kívül, hogy felét próbál menni. A zombinál az sem probléma, a tipikus ilyen mesterséges intelligencia baki, amikor nem tudja kikerülni az akadályt. A zombinál ez is belefér. És úgy egyáltalán minden szempontból, tehát technológiailag, meg erkölcsileg is egy teljesen fedhetetlen ellenség a zombi, és mégis azért egy humanoid figura. Illetőleg, ha már felmerült ugye itt a Fidó, ugye mostanság kezdenek túllépni ismét, megint egy más irányba elmenni a szörnyfilmek. Ugye a Twilight már többször említésre került, mint egy ilyen fekete felhőként lebeg itt a beszélgetés fölött. De már ugye beszélünk akkor, róla. Hogy akkor arra felé kanyarodjunk, akkor azt hiszem látta itt mindenki talán a Twilight-nak a zombi verzióját. Hát legalábbis a trailerét láttam annál. Az Eleven-testekre gondolsz? Az Eleven-testek az egy jó sztori, egy jó koncepció, és egy tök elgondolkodtató könyv. Tehát az nem egy zombis Twilight, hanem az ott a zombi, ugye... Hát azért meglehetősen hasonló a... Hát szerintem nagyon nem, kezdve ott, hogy a zombin a főszereplőnknek több az esze, mint a Twilight összes karakterének együtt. Ezt nem vitatom, azt mondom, hogy egy nagyon hasonló koncepció. Egy szörnyeteg, itt nem vámpír, hanem zombi, aki a szerelem által válik emberi lényé, csak jobban meg van valósítva, mint a Twilight. Igen, de ott ugye a Twilight-ban ott
csak az volt a koncepció, hogy vámpír, mert a szexi, és pont. Az Eleventestekben viszont ugye ott a zombi az kicsit inkább a metaforája ennek a csetlőbotló ilyen kamaszos szerelemnek, hogy olyan béna vagy, igen, hogy a saját lábadban elesel. Kanyarodjunk is rá akkor a Twilight-ra, nagyon súlyos dolgokat fogalmaztál meg, Lilla, én nekem be kell valljam, a filmben legalábbis az első rész az tetszett nekem, és én végignéztem az egész sorozatot, bár az mind az öt rész talán, hogy négy rész, az utolsó az egy dupla. Tény, hogy úgy éreztem, hogy az öt rész során fokozatosan zuhan a minősége az anyagnak, de beszélj egy kicsit arról, hogy milyen averzióid vannak a Twilight-tal, mert azt említetted az előbb, hogy a szereplőknek nincsen eszük. Hát igazából ami nekem a legnagyobb problémám, hogy ugye ez egy tiniknek készült sorozat, és a középpontjában egy buta, gonosz és rosszindulatú lány áll, akit próbálnak úgy olyan színben feltüntetni, mintha ő egy csodálatos lény lenne, de nem, mert valójában, amint megtalálja élete szerelmét, minden mást magasról leszalik, keresztbe tesz a barátainak, hihetetlenül gusztustalan módon viselkedik, és én ezt nem tudom elfogadni. Hogyha az a koncepció, hogy egy rossz indulatú figura a főhős, akkor azért legalább utaljunk rá, hogy ez a viselkedés rossz. Kicsit nehéz helyzetbe hozol ezzel, mert én végignéztem mind az öt részt, és bevallom bennem, így egyszer nem merült föl az, hogy a főszereplő lányunk az így gonosz lenne. Jó, a gonosz talán erős szó, de én sem olvastam az összes kötetet, tehát bevallom, én az elsőt elolvastam, azt mondtam, hogy jó, ez egynek elmegy. Aztán végig küzdöttem, de tényleg ezt a falat kaparós küzdést értsétek, a második részt, amiben a kedvenc részem az három oldal volt, amire annyi volt írva, hogy június, július, augusztus. Ezt így át lehetett lapozni, és tökéletes volt. Ez nyújtott a legnagyobb élményt abban a könyvben. Aztán a harmadikba belekezdtem, és a másfeledik oldalon így előállt Bella apja, hogy drágám, akkor most beszélnünk kéne a szexről, és akkor így becsuktam, és visszaadtam a tulajdonosának a könyvet, hogy jó, erre én már nem vagyok. Nem volt rajta a trigger warning neked? nem volt rajta. Azt kell tudni, ugye, hogy a második részben, talán a filmben is így van, nem tudom, mert azt viszont már nem láttam, ugye Edward az elején közli Bellával, hogy ő veszélyes rá, ezért ő kilép az életéből. Na most Bella ezt végig agonizálja, és ugye ott van szerencsétlen Jacob, aki próbál segíteni neki, de Bella igazából csak kb. Így kihasználja a srácot, hogy jaj, de jó, van egy ilyen puha, plüsses, meleg vérfarkas, akihez hozzábújhatok, miközben Edwardról fantáziálok. És ebben látod a Bellának a rossz indulatát? Nem, már nagyon kevéssé emlékszem a könyvre, de tudom, hogy az iskolai barátaival is elég tűrhő módon viselkedett. Hát az mondjuk a filmben nem volt szerintem semmilyen módon megjelenítve, tehát az iskolában szerintem az első részt leszámítva nem volt igazán jelenet, meg azok a figurák nem nagyon szerepeltek emlékeim szerint. Mondjuk én se tegnap láttam a filmeket, az tény, de úgy nem, engem nem ütött már be az, hogy ez a lány, ez különösebben ostobán vagy rossz indulatúan viselkedne. Uh-huh. Illetve ugye, ami még ilyen bajos dolog, hogy ugye az írónő mormon, és ez több helyen is említették, legalábbis ahogy így a kritikákat láttam, hogy bizony ez nem is annyira egy burkoltan mormon vallási propaganda könyv helyenként. Na, ezt viszont meg sose hallottam erről beszélni. Én találkoztam ezzel szintén. Hát ugye, ha jól tudom, az utolsó kötetben ott Bella terhes lesz,
Igen. És ott például egy ilyen nagyon erős abortusz ellenesség fogalmazódik meg azáltal, hogy az a kis szörnyeteg, ami növöget Bella hasában, az konkrétan föltépje a mellkasát, és kirágja belőle magát, de akkor sem vetessük el, hiszen cuki és egy élet, amit nem szabad elvenni, akkor sem, ha az anya belehalhat esetleg. A másik ilyen koncepció, amit így hát nekem azért fölpiszkálta a gondolataimat, ott többen arra jutottak, hogy Jacob valójában tehát a vérfarkasság ebben a sztoriban a melegségnek a metaforája. És ugye Jacob többször is kifejti, hogy hát ő vérfarkas, de Bella kedvéért ezt úgy félretenné, mint hogyha ezt így félre lehetne tenni. Hogy... Tehát, hát hogy te tehetsz róla, hogy hol... Erősen belemagyarázás szaga van, akkor ott az egész vérfarkas közösség, azok mind melegek? Nem melegek, hanem ha megfigyeled, akkor mindegyik úgy kamaszkorban realizálja, hogy vérfarkas. akkor igazából... Hát így a fiúk olyan érdekes dolgokat játszanak a hátsó kertben, meg úgy Jacob úgy próbálná félretenni ezt a dolgot, de hát a fiúk nem engedik, szóval, hogy na, hát olyan... Na. Hát a filmből ez egy, megint egy olyan dolog, ami nekem ezt föl sem merült ez a koncepció. Az világos, hogy a vérfarkasok, ők itt ilyen természetközeli figurák, javarészt indiánok is talán mindegyik. Igen, akik azt hiszem, Jacobnek pont. Szeretnek kint rohangálni az erdőbe, meg ott hupákolni, meg szóval olyan természetközeli, emberközeli lények, akik egymással verekednek, birkóznak játékból, meg ilyenek. Hát szerintem ezt ilyen homoszexualitással összefüggésbe hozni, ez kicsit hasonló, mint amikor a Tüskevárról jött az info, hogy homoszexuális beavatás regény, ahol az öreg Matula bácsi a fiatal tutajost beavatja a meleg szerelembe. Hát ez... Ez melyik részéből jött ki, amikor a csukának a szájából halázták ki a tutajos múlját? Úgy emlékszem, hogy ez egy eleve média, eleve a hülyeségnek. De ez a Jacobos is eleve annak tűnik, hiszen az egész sztorinak szerintem az a koncepciója, és azért nagyon beleélhető, azért lett népszerű, azért beleélhető a női olvasók számára, mert a főszereplőnk egy ilyen kis szürkeegér figura, egy csajszí, aki semmi különös, van belőle 12 egy tucat minden osztályba, és mégis valamilyen okból kifolyólag két ilyen szuper faszi kiszemeli magának, hogy meg akarja szerezni Jacob, aki a kockahasú, indián, vérfarkas, hérosz, meg az Edward, aki meg hát ugye vámpír. És ebben a szerelmi háromszögben telik el ez az egész történet végső soron, és az olvasó, aki azonosulni tud a főszereplővel, az ezen flashelhet, hogy két ilyen félisten küzd érte. Na most, hogyha Jacob amúgy meleg, akkor ez az egész, ez ki van herélve, ez a koncepció. Szerintem túl szó szerint vetted, amit a Lilla mondod. Nem arról van szó, hogy Jacob konkrétan meleg, hanem arról, hogy a vérfarkasok a műben a homoszexualitásnak a metaforái. Igen. Nem tudom egyébként, én se nem olvastam, se nem láttam ezt, de... Nem tudom, nekem ez irdatlan fasságnak tűnik. Egy kicsit más vonalat szeretnék felhozni vele kapcsolatban. Én mondom, nem olvastam, nem láttam, én szembe találkoztam az interneten a gyűlölet hömpöllyel, ami a Twilightot így elöntötte, válaszul az imádat hömpölyre. És hát úgy gondoltam, hogy én ezt nem akarom megnézni, nekem nem tetszett. Ami viszont zavart, az, hogy az emberek rossz okokból utálják. Ami hát egy nagyon nagyképű és öntelt dolog, de valóban ez zavart leginkább. Engem. Az
ugye a csillogás volt a központi eleme, hogy miért csillog a vámpír, és hogy miért megy ki a napra, és hogy ez milyen szörny, és hogy emiatt ez egy nagy szar. És csak azt szeretném felvetni, hogy ugye a mai adásunkban azért elég jól végigjártuk, hogy mennyire sokféle vámpír van és volt, és valószínűleg lesz is. Én úgy gondolom, hogy a csillogás az még bőven belefér. És szerinted miért kéne utálni? Mint mondtam, én nem, nincs közvetlen tapasztalatom vele. Ami engem taszított, az ugyan kötődik egy kicsit a csillogáshoz. Az, hogy nem éreztem azt, hogy ebben vámpírok szerepelnek, azok alapján, amit megtudtam a műről. A vámpírnak a tragikus oldala az semmilyen szinten nem jelenik meg. Ugye a vámpírok itt gyakorlatilag szupermenek. Hát igen. De... És a másik oldala a vámpír tragédiájának, ugye, ami Drakulánál még nincs jelen, de az interjú a vámpírralban és a például a World of Darkness-es vámpírokban is megjelenik, az, hogyha ugye magának a vámpírnak, hogyha van lelki ismerete, tehát hogyha ő nem egy velejéig romlott szörnyeteg, akkor ő neki magának egy személyes tragédia az, hogy mások életének árán tud életben maradni örökké. Ugye ezt már egyébként a World of Darkness is egy takaréklángra tette, de hogyha jól emlékszem, akkor a Twilight-ban ez még extrémebben eltűnik, ott ugye hát nem kifejezetten zacskós véren vannak el, igen. Hát én azt gondolom, hogy ez a bőrcsillogás az annak szólt, amikor, tehát annak a jelenségnek szólt, hogy úgy érezték az emberek, hogy a vámpír mítoszt, ezt az egész sötét, drakulás, World of Darkness-es, misztikus dolgot, ezt a brandet, ezt a vámpír brandet gyalázta meg ez a mű. Ezzel a csillogó tini vámpír feelinggel. Viszont én azért nem kedveltem, hogy utálják ezt, mert ugye nagy divat lett emiatt utálni, hogy egész egyszerűen nem gondoltak bele az emberek, hogy ez a mű az nem nekik szól. Ez a kamaszlányoknak, vagy a kamaszlelkű nőknek szóló mű elsősorban, és az ő ízlésükre lett szabva. Tehát nem kell ezt úgy komolyan venni, mint a Bram Stokernek a Drakuláját, vagy mondjuk a Vampire the Masquerade-et. Ez ilyen, tehát ezen az alapon én is igazából ezt mondtam, hogy annyi fajta vámpír van, miért ne lehetne egy ilyen is elfér a világban. Tehát érted, én se állok neki mémet gyártani azzal, hogy a kibaszott hupikék, törpikék meggyalázza Bruenornak és Gimlinek az örökségét. Tehát... Azért ott egy kicsit nagyobb az ugrás szerint. Nem, mert az mindenkinek jól érthető, mert a törpaltázó és törpentelő elmennek az orkokhoz. Igen, és Sauronnak, a Sauron pedig meggyalázza, hogy hókuszpók, bazd meg. Szóval nem, hát ott sokkal jobban érthető az, hogy az gyerekeknek készült. Mondjuk óvodás, kisiskolás gyerekeknek, és akkor azt nem kell úgy komolyan venni. A Twilightról is az első pillanatban érthető volt, hogy ez ilyen serdülő lányoknak készülő mű, introvertáltak, meg szociális beilleszkedési nehézségeik vannak, és azon flesselgethetnek így a suliba, hogy a két legmenősebb gyerek az egész iskolába, azok majd értem fognak harcolni. Ja, igen, most eszembe jutottad a másik okot, ami miatt igazából már csak kíváncsiságból is elolvastam volna talán a Twilight-ot, de én nekem egy nagyon nagy Achilles-hínom az amerikai középiskola, ami minden létező műben szerepelni kell, és itt is a 100-valahány éves vámpírunknak természetesen azért a középiskolában az tény, hogy a félelmetesen rossz történeti elem volt ez az elején, ez a dolog, ezt abszolút aláírom. Én amúgy a könyvet nem tudtam elolvasni, mert hát annyira a kamaszlányoknak íródott, hogy én egyszerűen nem bírtam befogadni. Tehát amikor három oldalon keresztül taglalja
Bella, hogy a hétvégére elutazásra milyen ruhákat akar összepakolni, és most ezt berakjam, vagy ne rakjam, mert hát ez én annyira nem tudtam szellemileg kapcsolódni, hogy én félretettem a könyvet. Nem mondom, nekem a filmek a maguk helyén tetszettek egyébként. Úgy kell nézni, hogy megpróbáljad egy kamaszlánynak a szemével nézni. Nyilván sok évnyi Vampire the Masquerade-ezés, Live Vampire-ezés és hasonlók után én is acsarkodhattam volna erre a filmre, meg kikapcsolhattam volna a picsába. Megpróbáltam élvezni, és amúgy az első részt még úgy, ahogy sikerült is, a többi azért. Meg még a következő egy-két részben, amikor Európába jönnek itt az öreg vámpírokkal találkozni, az még egész hangulatos. De amúgy a végkifejlet ezzel a gyerekszüléssel az már nagyon bullshit. És akkor át is térhetünk az eddig elhanyagolt élő halottjainkra, mert a vámpírokat meg a zombikat most már nagyon kiveséztük, de mi van a többiekkel? Például a vámpírokhoz kapcsolódóan a gúlokkal. A gúloknak a történetéről tudunk bármit egyébként, mert én először ezzel is a World of Darkness-ben találkoztam. Ott ugye a gúlok azok, akiket nem harapott meg a vámpír, de isznak a vámpírnak a véréből, és ezáltal természetfeletti képességekkel, korlátozott természetfeletti képességekkel rendelkező népek, vagy hát emberekké, lényekké válnak, egyfajta élő holtakká, de a vámpíroknál kisebb hatalommal rendelkeznek. Illetve a D&D-ben találkoztam még a gúlokkal, ott pedig a zombiknál intelligensebb, de alapvetően ilyen állatias, húsevő élő halottak. Én is ezzel a két koncepcióval találkoztam, hogy vagy egy ilyen élő halott, ami vagy valami nagyon gonosz embernek a önmagától kikelt verziója, mármint hogy a sírból kikelt verziója, és akkor ott van az a World of Darkness-es ilyen Renfield jellegű ilyen vámpír szolgája. De valahol egyszer még régen találkoztam azzal a info morzsával, hogy talán a gúl az a valami arab világbeli ilyen szellemszerű mítikus lénynek a továbbfejlesztett változata. A hangalak alapján úgy is tűnik, hogy ez valami arab szó lehet. Én úgy tudom, hogy a eredetet, amiből eredeztették, az a az, hogy eredetileg mi volt a gúl, azt nem, de a modern, a D&D-s verzió, az a kannibalizmus hatására ilyen eltorzuló emberek. Erről nagyon sok monda meg mese van, hogy ugye Lilla mondta, hogy a gonosz emberek, és ugye az egyik legnagyobb tabu a kannibalizmus, és hogy a kannibalizmus hatására ilyen szörnyen eltorzuló, a saját gonoszságuk kiütközik rajtuk emberek, akik aztán a sírban sem lelnek nyugodalmat. Mondjuk ez nem csak annyira misztikum, tehát azért ismert a kuru nevű betegség, igen, ami ugye a kannibál népeknél jelenik meg, ugye főleg a nőknél, gyerekeknél, ahol ugye az agy elfogyasztása befigyel elég gyakran, és ezáltal ugye ezt az elég kellemetlen és tragikus lefolyású priombetegségnek különösen ki vannak téve. Igen, hát valószínűleg ez lehetett a tabunak az oka, és jó esély egy valamilyen ilyen betegségből, akár nem is mondjuk feltétlenül egy priombetegségből, de pusztán azért, mert ugye az emberi testben az emberi testet megbetegíteni képes kórokozók vannak, és hát emiatt sem annyira jó ötlet emberhúst enni alapjáraton, és hát ez megtámogatva egy jó adag misztikummal a kannibalizmusnak a tabuját az nagyon jól meg tudta erősíteni. A gúlokon kívül nagyon fontos élőhalott csoporta az élőholt lelkek, ilyen szellemek, kísértetek, lidércek. Ezeknek is hatalmas kultúrtörténete van, de ezek mintha a mostani popkultúrából egy kicsit már ki
kihullottak volna. Talán az utolsó szög a koporsójukba az a Ghostbusters. Hát én úgy gondolom, hogy még inkább talán a Kasper a kedves szellem lehetett, aki eléggé... Na tessék, Kasper ellen se lázadt föl az internetes kultúra, hogy meggyalázták a szellem mítoszunkat és a szellem brandet ezzel a gyermeteg izével, kis spermával. Olyan spermaformán túl volt ez a Kasper, nem? Hát igen, nem tudom, szerintem az itt a probléma, ha lehet ezt problémának nevezni, hogy ugye a vámpírhoz már megtalálták a szexualitást, mint ugye ilyen hozzákapcsolható, ilyen kitárgyalható téma a zombinál, ugye itt eddig ugye főleg a fogyasztói társadalom paródiája, illetve ugye az Elevem Testek behozta ezt a tini románc vonalat, és viszont a posztapokaliptikus. Igen, a posztapokaliptikus hangulat, de önmagában egy szellem, ami, mit tudom én, ott kopog a padláson, éjféltől hajnali kettőig, ez úgy, tehát egy sima szörny, amit odamész, anyon csapsz, azt mehetünk tovább. De nem kötődik hozzá semmilyen igazán erős principium, vagy nem tudom, minek nevezzem. Igen, értem, amit mondasz, de ugyanakkor pont ott van ez a romantikus tragédia, ami a szellemeknél meg szokott jelenni. A Ghost című filmnek a tömény nyáltengerére gondolsz? Hát, de nem csak az, ugye a szellemeknél, ami szintén egy viszonylag új koncepció, az ő nagy újításuk, ugye az volt, hogy a szellem az nem csak egy, úgy van bele a világba, és akkor ott veszélyes, meg ne menj oda, meg megszáll, és akkor kitöröd a saját nyakad, meg ilyenek, hanem hogy a szellem az azért van itt, mert valamilyen befejezetlen ügye van a világban, és hogy akkor... Hát ő is egy tragikusabb figurává vált, azon túl, hogy egy kísértő lélek, ami mondjuk a temetőbe riogatja az embereket, azt nem nagyon lehet vele együtt érezni, de hogyha valaki, akin segíteni lehet esetleg, és akkor ugye tovább tud lépni a megfelelő túlvilágba, ez az, ami a szellemeknél bejött. Csak én úgy gondolom, hogy a szellemek, mivel nagyon egyszerűen ábrázolhatóak, a mozivásznon. Így a szellemekkel elég sok mindent már megcsináltak, és talán egy kicsit emiatt lecsengett. Én még egy dologra gondolok, hogy a szellemek ilyen impotensek, tehát nem tudnak igazán semmi érdekeset csinálni. Így átmennek a falon, odajönnek, kajabálnak neked, magyaráznak valami hülyeséget, de igazából a szellemek hologramok, amik nem nagyon tudnak az anyagi világgal mit kezdeni, és így meg nem szállni embereket. És most pont erről eszembe jutott, hogy tudjátok, hogy hol élnek tovább a szellemek? Hol? A horrorfilmekben. Ja. A szelleme pont az ellenkezője történt, és annyira megváltozott, hogy eszünkbe se jutott egyikünknek sem, hogy a szellemekkel pedig pont az ellenkezője történt, ugye a 90-es évek, 2000-es években sok... valóban ez a szellem történet, ez a ghost, a segítsünk a szellemnek, a szellem egy jó figura, egy szomorú, de meg nem értett figura, aki ha rossz dolgokat csinál, akkor is annak oka van, és ehelyett átjött egy ilyen igazi gonosz természeti csapás, szerű valamiben, visszatért talán a gyökereihez, tehát a szellemek által megszállt baba, a szellemek által megszállt ház. A Kör című. A Kör. A 13 kísértet, a Átok névre fordított The Grudge. Főleg, hogyha már... Annabelle, most az ő az Amityville story, talán? Nem tudom. De ugye az American Horror Story sorozat antológiának is az első évadja az szellemekkel foglalkozik. Hát azért jelen vannak most is, csak egy másik irányba mentek el, mint a... Igen, ez jó gondolat. Hagytunk-e ki élő hal? Ja, igen. Ami nagyon népszerű mostanában, de vajon régen létezett-e, a Skeleton?
mint minden alapozott, hogy nagyon népszerű. Hát minden fantasy játéknak a level 1-es encounterje a mozgó csontváz, egy kard, egy régi rozsdás karddal és egy fapajzsal a kezében. Igen, más tényleg eléggé hiányzik. Talán a számítógépes játékokban, meg az asztali szerepjátékokban van jelen, meg még a gyerekmesékben szokott ilyen komikus élőholtként megjelenni a csontváz. De valahogy szerintem a csontváz az egyszerűen, a csontváz az egy ijesztő dolog, egy a halálra emlékeztet mindenkit. De akkor ennek a mozgó, tevékeny csontváznak szerintetek nincsen semmi kultúrtörténete, tehát ez így a szerepjátékok, és aztán a szerepjátékokból a számítógépes fantasy RPG-k, meg aztán akciójátékokba bekerült ilyen trash mob. Én nem tudok róla, hogy kifejezetten csontváz jellegű lény lett volna a mitológiában, mitológiákban. Szerintem nem volt külön ilyen jogszág. És mi a helyzet a Leech-sel? Azt úgy gondolom, hogy az teljesen a D&D-nek a terméke, a Leech. Van-e még bármi egyéb élő holtunk, akit nem beszéltünk ki kellőképpen? A magyar lidérc, a ludvérc. De a ludvérc nem élő holt, hanem ilyen kis házi démon szolgálja Dolog. Az, ugye itt elmosódnak már a... De mondjuk, ha már a boszorkányokról annyit beszéltünk, beszélhetünk a lidércről is, amit ugye, ha jól tudom, kakas tojásból költődik ki. Igen, nagyon sok dolog kell ki a kakas tojásból. Ahhoz képest, hogy milyen kevés van belőle, ha egy letojódik valahogyan, abból aztán a ludvérc, a baziliszkusz, meg még ki tudja mennyi más dolog. De ennek van valami alapja egyébként? Mármint, hogy van olyan, hogy a kakas véletlenül ráül a baromfi tojásra, és akkor azonnal... Hát én úgy gondolom, hogy inkább arról lehetett szó, hogy valamilyen genetikai mutáció lévő, mondjuk kakasnak kinéző tyúk volt az udvarban, ami aztán látta a gazdaasszony, hogy egyszer csak tojást tojik a kakas, mert hát úgy néz ki, mint a kakas. Ugye és akkor jöttek futószalagon a baziliszkuszok és lódvértek. Igen, és utána mondjuk találtak egy jó nagy viperát a szérűn, két nappal később, és hát nyilvánvaló volt, hogy mi történt, a kakas tojt egy tojás, ráült a csúnya varangyos béka, és hát kikelt belőle a mérges baziliszkusz. Na de én erről semmit se tudok, erről a lidérc per ludvérc dologról, azon túl, hogy fényeket gyújt a mocsárban. Mit kell tudni róla? Hát igazából ez egy olyan lény, ami... szolgál téged, csak baromi idegesítő, tehát ezért le kell foglalni. A Dobby a házi manó? Nem, annál 50 milliószor idegesítőbb, mert nem hagy békén, és igazából az elején még, ha jól tudom, kedves, de aztán egyre tolakodóbb és rosszindulatúbb lesz, ezért úgy szokás megszabadulni tőle, hogy valami olyan feladatot adsz neki, amit nem lehet teljesíteni, mint mondjuk a... És akkor végtelen ciklusba kerül az algoritmus. Igen, tehát, hogy merje ki lyukas szűrővel az Atlanti óceánt mondjuk, és akkor azzal lefoglalod egy időre. Ez aranyos, ez így nekem kimaradt teljesen. Igen, ezekről sajnos a saját mi saját néphagyományainkban lappangó ilyen mumusokról meg szörnyekről elég kevés információ maradt. Mert itt nincs is sok. Hát de valószínűleg volt, csak nem maradtak meg. Nem igazán, tehát, hogy a körülöttünk lévő népeknek irdatlanul sok, tehát, hogy konkrétan a
parkettának, az öntözőkannának, a marinéni műkörmének is van szelleme, akár a horvátoknál, szerbeknél, akár a cseheknél, morváknál, tehát hogyha itt körbe nézel a határ vidéken, szélese vidéken mindenhol vannak a moráktól kezdve, ami ugye ilyen boszorkány, vámpír jellegű dologtól kezdve, tényleg mindenféle természeti elemnek a démona, szelleme, akármilyen, a magyar folklórban valahogy ezek nem kúsztak be, tehát, hogy van a tündér, ami ugye ilyen átmenet valahogy a boszorkány és az ilyen ártó szellemek között. Hát a vámpír sem volt így effektíve, tehát, hogy itt is ilyen átfogóbb valami izé. Ilyen síron túli lény, igen, esetleg így sárkány néha talán. Igen, a sárkány az ment, de az inkább ugye a magyar mitológiában az ilyen ogre. A sárkány az inkább az ogrénak ilyen egy többfejű nagy veszélyes ember. Igen, de hogy nálunk így nem figyeltek be a Balatonban a kappák, meg hasonló, tehát a hogy... Kalamola talán még, az magyar, hogyha jól tudom. Még nem hallottam egy ilyen, róla. Ilyen szélörtög jellegű, aki valamilyen oknál fogva, nem emlékszem rá már pontosan, de mindenképpen valahogy így az életet ellopja a szélen keresztül, talán. Hadd említsem meg a sumér magyar nyelv rokonságnak a két szép példáját, a sumér mitológia két démonát, a Teringettét és a Teremburát, amik valahogy átkerültek a magyar népnyelvbe. És ezek mit tudtak egyébként? Ennyi információm van a kérdésről. Illetve hát még magyar mitológiai dolgok, de ott már tényleg nagyon messze megyünk az élőholtaktól, a mindenféle varázslovak. Ja, az ilyen táltos ilyen paripa, amit a redvás bogyorból kell kihalászni, és igen, nagyon csofat. Tojásból kell ki, meg parázsból, meg mindenféléből, és akkor igen, nagyon... Ja nem, igen, rendszerint nagyon nyomorúságos, és akkor, hogyha megetetik parázsral, akkor csudaló lesz belőle. Ezért is parázsal kellett, nem a fehér lófiának a lovát etetni. Hát az is egy táltos paripa volt. Az a fehér lófiának nem is volt lova? De. Az anyja volt ló. Azért ő a fehér lófiának. Akkor azt kellett, azt kellett etetni parázsal. Nem, szerintem. Azt... Hát sok mindenféle mágikus lovat kellett parázsal etetni, de a fehér lófiának az anyja szerintem megoldotta magának. Ő egy erős önálló nő volt, egyedül nevelte egy szem gyermekét, ő neki nem szorult ilyen bábáskodásra. Visszakanyarodva az alaptémához, beszéljünk kicsit a Minden Szentek, Halloween és az egész kultúra rájáról ennek az ünnepnek. Hát felőlem beszélhetünk. Beszélj róla, Lilla. Én beszél, jó. Hát ugye a... Hatalmas lapokat írtál tele, amikor készültél. Igen, mert szerintem érdekes. Nem tudom, ugye itthon valamiért divat mindent lefikázni, ami... amerikai ünnepként vonult be a köztudatba, de például a Halloween az baromira nem egy amerikai ünnep, hanem egy ősi kelta, gyakorlatilag évköszöntő, évlezáró ünnep, a Samhainból ered. Ugye itt megköszönték a szellemeknek, a isteneknek ugye az az évi termést, hogy a föld bőséges volt, és hát ugye így búcsúztatták gyakorlatilag az óévet. Ezzel szemben a ugye november 1-i Minden Szentek az már egy későbbi ugye keresztény vonalon megjelent valami. Hát ugye azt tudjuk, hogy a kereszténység nagyon sok más népnek az ünnepét átvette, és összekeresztényezte, tehát valahogy beépítette a vallásba, és csinált belőle szent ünnepet, amiatt, mert ahogy térítették meg a kereszténységre a népeket, hát könnyebb volt ez a kulturális
átlépés a másik vallásba, hogyha megmaradtak. Hát amennyire tudom, még a karácsony és a Szaturnália ünnepnek egyfajta továbbélése. Valahogy azt összepárosították a téli napfordulót, az azon tartott ilyen pogány Szaturnália ünnepet és Jézusnak a születését. Igen, illetve a másik aspektus ennek a Samhainnak az volt, hogy ugye a kelták úgy tartották, hogy ilyenkor az élők és a holtak közötti ilyen válaszfal az elvékonyodik, és tehát hogyha valaki meghal, akkor nem azonnal megy föl a másik, a holtak világába, hanem ez az a nap, amikor összegyűlt az évi termés, és akkor lehet menni. Illetve a másik oldalról meg hát a nem annyira kedves, tehát a kifejezetten rossz indulatú holtak ilyenkor hajlamosak voltak átjönni hozzánk. Szóval akkor a napokban nagyobb esélyünk van élő holttal találkozni. Elképzelhető. Egy új David Attenborough sorozat, amiben az élő holtakat kenik a susnyába. Ma vajon találunk-e zombifészket? Erről jut eszembe egy kurva nagy off-topic. Elindul David Attenborough-nak a Blue Planet 2, illetve második évadja. Nem, a második sorozatnak az első évadja, mindegy. Szóval új Blue Planet epizódok vannak. Nézzétek meg őket. Illetve még egy off-topic, vagy illetve a vámpírokhoz kapcsolódó dolog jutott eszembe. A vámpír kultuszos emberek, vámpír kultuszok a világban. Sajnos túlságosan sokat nem tudok róla, egy réges-régi barátnőm kultúrantropológus volt, és ezeket tanulmányozta. És itt Magyarországon is léteznek vámpír kultuszok, amikbe megpróbált ő beépülni. Ezek olyan egyébként középkorú, vagy inkább idősödő, jellemzően férfiakból álló csoportok, kisebb csoportok, értelmiségi csoportok, ügyvédek jellemzően orvosok, egyéb ilyen iskolázottabb népek, akik rendesen az emberi vérfogyasztás által tehát szeretnék az egészségüket javítani, tovább élni, ezt próbálgatják különféle kultikus ilyen szeánszokon, és hogy, hát, hogy most mi ezzel a helyzet, azt nem tudom, ez egy 15 évvel ezelőtti történet, de akkor konkrétan itt Budapesten létezett egy ilyen kultusz. Hát az ügyvédekről az az aranyos vicc jutott eszembe, tudod, hogy hát már eddig is egy vérszívó állat volt, csak az aktatáska hiányzott. Igen. Nem tudom, ez fura nekem. Az is megdöbbentő volt, hogy a napokban jött szembe velem a Noé Állatotthon alapítványnak a posztja a Facebookon, hogy nem lehet örökbe fogadni mostantól az elkövetkező két hétben fehér, illetve fekete állatot, mert hogy szokás ilyenkor ilyen sátánista és minden egyéb szektáknak ilyen állatokat áldozni. Tehát én döbbenten tapasztaltam, hogy ez ekkora flash itthon, hogy ennyi ilyen elbaszott ember van, aki ilyenkor a cirmikéket vadásza. Mindenhez hozzáteszed, hogy itthon, de egyébként szerintem ez mindenhol. Igen, a világban gondolik. Ez Amerikában, más helyeken is így van, és pont ugyanezen ok miatt. Igen, csak hogy nekem az volt, nem az a megdöbbentő, hogy mondjuk ilyen Amerikában van, hanem hogy itthon ez 20 embernél többet érdekel. Mármint az, hogy két kormit, meg három fehér cirmit feláldozzunk, és akkor jobb lesz a termés, vagy nem tudom. Hát ugyanoda tudok visszakanyarodni, mint az összeesküvés elméleteknél, tehát az embereknek nyilván különféle mértékben, de a legtöbb embernek van igénye arra, hogy valami spirituális élményt átéljen időről időre, és most ki hogyan a saját kultúrájának, a saját környezetének megfelelően kapcsolódik a spiritualitáshoz, akinek úgy alakult, az sátánista szeánszokon vesz részt, vagy vámpírkultuszokon, vagy nekronomikont olvasnak föl. Hogy nem maradjon ki Lovecraft ebből a műsorból se. Ja, tényleg. Akkor lehet húzni az újabbra. Lovecraft írt élő holtakról? Szerintem így
Effektív ilyen zombi karakter nem volt, viszont volt valamilyen elcseszett ilyen holttest újraélesztési kísérletből fakadó tragikus története. Ami meglepő módon nem végződött happy enddel. Igen, sokkoló módon nem szirupos vége lett. Lovecraft-től annyira méltatlanul szokatlan módon. És egyébként én azért úgy gondolom, hogy nagyrészt ez a fekete macskát nem adunk örökbe dolog, ez amiatt van, ne is legyen ilyen. Tehát, ha már egy van, az is túl sok. És nem hiszem, hogy azért itt valóban arról van szó, hogy tucat szám keringenek az ilyen-olyan kultuszok itt. Hát mondom, nekem az volt ebben a megdöbbentő, hogy úgy volt megfogalmazva ez a poszt, hogy tömegével jönnek a telefonok, hogy fekete cicát szeretnék örökbe fogadni, és amikor kitérnének a részletekre, hogy na akkor mikor, hol, merre, meddig, és most nem lehet éppen örökbe fogadni, akkor, ja, bocsánat, akkor nem kérném, köszönöm. Hát gondolom azért ez nem tömegével, hanem van egy ilyen, ilyen halottak napja előtt három ilyen hívás, és ez már bőven elég. Azért aki egy olyan rendes, jó szándékú ember, hogy mondjuk egy Noé állat otthonba dolgozik, annak valószínűleg egy ilyen hívás is elég, vagy egy ilyen szituáció is elég, amikor azt feltételezi, hogy valaki egy cicát szeretne szétmarcingolni egy sátánista orgián. Hát vagy valószínűleg az történhetett, hogy ez egyszer megtörtént, vagy akár többször, hogy mondjuk Halloweenkor örökbe adtak fekete macskát, és akkor utána mondjuk két hét múlva feltelefonálták, hogy van a kis Kormi, hát elveszett, és igen. És ki volt feszítve a bőre a falon. És gyanúsan jó volt a termés után. Igen, főleg a termés volt a gyanús. Hú, a South Parkban volt egy ilyen rész, amikor a Britney Spears-t feláldozták, hogy jobb legyen a termés a következő évben. Nekem most a macska pörköltnek a receptje jutott erről a történetről eszembe. Mert van ilyen recepted? Nem olvastátok? Nem. Puzsér Robi barátunknak a publicisztikájába jelent meg. Ja, igen. 2-3 héttel, vagy egy hónappal ezelőtt kb. Nem tudom, én csak azzal találkoztam. Valamelyik nap a Spárban jött szembe velem, hogy 15 darab hullamos papagáj elvihető egyben. És akkor Ádámmal, párommal azon filóztunk, hogy vajon az kitesz már-e egy pörköltet hullamos papagájból. Valószínűleg igen. Egyébként a macska evésnél rendszerint tudom, hogy az szokott a háttérben állni, hogy a nyulat szerették vele helyettesíteni, mint egyszerűbben beszerezhető jószágot, de hát ma már jó eséllyel sem dívik annyira. Hát igen. Nekem egyébként nem lennének aggályaim semmilyen állatnak az elfogyasztásával szemben. A legközelebb egy ilyen jó húsos pondrót bepanírozunk neked. Olajban kisütjük. Finom legyen, és akkor szívesen elfogyasztom. De ezekkel általában inkább az szokott lenni, hogy kutyát, macskát is azért nem eszünk, mert nem finom a húsa. Tehát szerintem ez a fő probléma a témával. A pondrót is azért nem eszünk, én ettem már pondrót, és nem finom. Kurvára keserű, undorítóak a belei, ahogy így szétharapod. Jó, de az a tekilában úszó pondró volt, az jó eséllyel nem olyan, mint a... Lehet, hogyha cukorszirupban úszott volna, akkor nem, fincsibb lett amennyire volna. Tudom, amit én ettem a rovaroknak, és ízeltlábúaknak, meg a eléggé hasonló ízük van egymáshoz, és például azért a garnélát azt elég sokan szeretik. Szerintem egyszerűen a kulturális okokból undorítónak tartjuk. A kutya-macska esetében pedig hát egy... Szintén kulturális szintén okokból. Szintén egy másik kulturális okok. A kutya meg a macska az az embernek a barátja, és nem az eledele. Ezen lehet mind a két oldalon
érvelni. Szerintem abban nem menjünk bele. Szerintem most ez kevésbé kapcsolódik. Akkor ennyi lett már volna már a hiperkocka. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!